Sok szeretettel köszöntjük Szántai Lajos művelődés történészt itt a körünkben, az olvasókörben, a hagyományőrző kör nevében, most több köri hirtelen nem jut eszembe. A mai előadás címe Vitéz János esztergomi érsek jövendőlései a világ végéről. Sokakat meglepett ez a cím, hogy esetleg minket is elért a világvége hangulat. Majd meglátjuk, hogy egy soha nem késő. 15. századi tudós férfiút is foglalkoztatott ez a dolog. Akkor érdeklődő várjuk, hogy mi módon. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A címben semmiféle meglepetés nincs. Ez a téma ezzel a címmel Idestó először olyan 3 évvel ezelőtt hangzott el, ha jól emlékszem, akkor Kaposvárat. Aztán mivel a téma az rendkívül izgalmas, egy másik helyen a Kétholos könyvesbolt jóvoltából elindult egy előadás sorozat, ami ugye a magyar művelődés történeten belül taglalja az előrejelzéseket, a világ végső időszakára vonatkozó találgatásokat, jövendőléseket és kinyilatkoztatásokat. És abban az érdekes helyzetben vagyunk most jelen pillanatban, hogy ami itt elhangzik, az majd ott a másik helyen, ahol egy sorozat vette kezdetét, a második téma lesz. Hát itt meg tulajdonképpen saját két lábán kell most megállítani magát a témakört. Hát miért a választás? Hát Esztergom esetében mindig óriási nagy kérdés az, tanúim vannak rá, hogy most akkor mi legyen az előadás, hogy milyen témakör mentén lenne érdemes tájékozódni. Hát Esztergom az kivételesen jó helyzetben van, mert van miről, ahhoz képest nekem úgy tűnik, hogy valahogy úgy a közvélemény és az általános művelődés történet, vagy a szellemi szinttel mérhető, hogy úgy mondjam, érzékenység ország szerte, mint hogyha nem érzékelné, a Esztergom köré építhető szellemi javadalmakat. Ebben nyilvánvaló módon maga Esztergom is élen jár, tehát ez azt jelenti, hogy ha valamit nem ismerünk meg máshol, mondani szokták, hogy anya és fia kapcsolatában, hát hogyha az a gyerek az éppen nem beszél, vagy éppen meg van némulva, akkor hogy fogja az anyja megörteni a két szavát. Na most ehhez képest viszont Esztergomban kiváló koponyák. Tehát a hivatalos tudománytörténet vonatkozásában én több embert is meg tudnék nevezni, de Horváth István nevét mindenféleképpen meg kell említeni. Hát aki ismeri az ő munkásságát, pontosan tudja, hogyha valakitől vár valaki, Esztergom vonatkozásában már egy összefoglaló, nagyon jó művet, akkor az pontosan ő. Miért? Megvan hozzá a látóköre, műveltsége, ráadásul írni is tud, ami nem utolsó szempont. Tehát az ember olvassa mondjuk egy mondatot, és akkor meg is értem. Az azért a mai világban bármennyire hihetetlen, nem utolsó szempont, mert nagyon sok könyv lát napvilágot, és nagyon sokszor az a helyzet, hogy az ember találgat, hogy most a szerző az tulajdonképpen akar valamit mondani, vagy csak kényszere van, mert úgy érzi, hogy neki most ebben a pillanatban írnia kellett. Tehát Esztergom az mindenféleképpen egyetemes művelődéstörténeti jelentőséggel bíró gócpont, és hát azt is tudni kell, hogy egy olyan helyről van szó, ahol nyilván Szent István király előtt is volt már történelem, de Szent István király Esztergomban született. És legalább két turul nemzetségbéli Attila király nemzetségéből származó, mai szóhasználattal élve árpádházi uralkodót temettek el Esztergomban. Hát negyedik Béla nevét ismerni kell, tudni kell, na de második Géza fia, harmadik István, őt is Esztergomban temették el. Tehát lehet érzékelni, hogy Esztergom amennyire születési hely, e világ vonatkozásában születési kapu egy túlvilági élet vonatkozásában is. Tehát ha én keresni akarom az egész Kárpát-medencére vonatkozó magyar történelemnek a sorssal telített gócpontját, akkor nem nehéz kitalálni, a Dunakanyar térsége az pontosan az a terület, ezen belül pedig kifejezetten Esztergom. Na ennyit a szép szavak,
világából, mert jönnek a gyötrelmek. Tehát hol maradt az utóbbi néhány évszázad mondjuk adós, és hát tulajdonképpen a hivatalos kutatás történetnek mit kellene egy kicsit komolyabban vennie? Kicsit komolyabban kellene vennie a metszeteket, kicsit komolyabban kellene venni Esztergomra vonatkozó királyoktól, szultánoktól, hadvezérektől, diplomatáktól származó helyrajzi pontosságú leírásokat. Mert gondolom, hogy senki nem gondolja komolyan, hogy egy kis várdomnyi területen a hajdani esztergomi érseki központ, ami gyakorlatilag Árpád-korban végig királyi központként is működik, két kis tyúkkaparási dombon el tud férni. Nos, ez tényleg művészet az, hogy ma hogy lehet dolgokat naponta embereknek tálalni, és hiába áll előtte, hát gondoljunk Jani bácsi esetére az állatkertbe, amikor úgymond áll a zsiráf ketrece előtt, megáll előtte, és mit fog mondani? Hát ilyen állat pedig nincsen. Most az a helyzet, hogy ez a példázat, ez a hivatalos művelődés történetnek lehetne a szállóigéje. Mert hiába vannak tények, hiába vannak adatok, bizonyos dolgokat nem hajlandók figyelembe venni. Érseki központról van szó. Annak előtte királyi központról van szó. Tehát sem várként, sem területként, ez a szűkre határolt terület gyakorlatilag az egész Kárpát-medencét betöltő átjáró, hát gondoljunk csak közigazgatásra, egyházi igazgatásra. Hát egy esztergomi érseknek ez Vitéz János. Amikor Mátyás király egy kicsit megszorítja a nagy összeesküvések idején, és egy kicsit úgy eltiltja a hivatala gyakorlásától, akkor korlátozza Vitéz János esztergomi érseknek a tevékenységét is. Tehát csak 32 szolgát tarthatott meg. És azért gondoljuk végig, hogy egy érseknek, amikor elmondják a kortársok, hogy Magyarországon prépostságok, püspökségek, központjaikkal olyanok, mint a kis királyságok. Mert már egy préposnak is saját udvartartása, hadserege van, és a többit nem is kell részletezni. Magyar királyság történetében a nádor mellett tulajdonképpen a másik legfontosabb méltóság, csak nem világi, hanem egyházi szint vonatkozásában, az pontosan az esztergomi érsek volt, és az országon belül a második legnagyobb haderőt a király mellett, kérdezem én, kiállította ki. Az esztergomi érsek. Gondoljuk végig azért, az adminisztráció, hogy elhangzott, a prépostság, volt esztergomi prépostság, volt lovagrend, őrkanonokság. Akkor a püspökségeknek azért van itt a központja, mert nyilván a püspökök, ha valamikor ide jönnek zsinatra vagy országos ülése, akkor nem a Dunaparton fognak mondjuk hálózsákba aludni. Tehát, hogy érthető legyen, ez az egész Kárpát-medence szempontjából egy rendkívül fontos, kitüntetett terület. És nyilvánvaló módon, amit most annak tekintünk, legfeljebb egy része és szikrája lehet. Egy régi, hatalmasabb, monumentálisabb rendszernek. Nagyon gyorsan az ide vonatkozó adatok, mert nem ez lesz a téma, de hogy egy kicsit úgy ténylegesen a kép közelébe kerüljünk. Hát idézek egy olyan munkából, amely Székesfehérvár történetét taglalja, tele adatokkal, tele metszetekkel. Most hát nyilván abban az irányban én nem fogok elmozdulni, de a 72. oldalon, ezt soha nem fogom elfelejteni, mert 72-t 72-es révén is könnyű megjegyezni. Zrínyi katonai könyv, nem is lehet, hogy katonai, Zrínyi könyvkiadónak jelent meg 90-es években. Egy régész történész páros, jó voltából Székesfehérvár évszázadai vagy valami hasonló a címe, ez a leghivatalosabb elgondolásokra épül, és hát nyilván a szerzők is észreveszik, de megoldják. Tehát ahogy Jani bácsi a zsiráfketrec előtt, meg lehet oldani dolgokat. Ez mit jelent magyarul? Tehát feltűnik mindenkinek, aki nem esztergommal, alapban régiával foglalkozik, hogy hát tulajdonképpen a rá vonatkozó adatok
Hézaktalanul nem hozhatók felvésbe a mai Székesfehérvárra, de még a környékével sem. Emellett pedig olyan metszetek jelennek meg 150 éven keresztül. Tehát itt nincs olyan, hogy valaki egyszer lefényképezett egy hegyi várat, vagy a hegyi várból egy kis völgyben lévő várat, és aztán jöttek a fényképezők, és arról a fényképről másolták össze-vissza. Hadjáratokhoz, hadmérnökök, hadvezéreknek, királyoknak készítenek metszeteket. Most érdekes módon soha történelmi helyszínre vonatkozó metszeteket kétségbe nem vontak, kivétel. Tehát hol jön a rosszul értelmezett másolatok másolatának még rosszabbul értelmezett, és soha a helyszínen nem járó metsző, aki úgy gondolta, hogy így néz ki, nem fogjuk elhinni. Buda, Fehérvár, Esztergom. Aztán ha egy tanyát megörökítenek, főleg ha külföldi a metszetkészítő, hát annak hinni kell, hát az még csak természetes. Hát nyilván külföldön végzett, gyógypedagógiában jártasságot tetszett, tehát nagyot nem lehet hibázni. Most a királyi központ kérdéskörét gondolom tudjuk, amennyire az egyik irányba egy kicsit már túllihegték, a túllihegést felhangosítják a másik oldalon, ez a hivatalos művelődés történetnek a világa. Vízhangosítókkal kiadják, muzsika a füleknek, és az országot tulajdonképpen a közvéleményt a témától elriasztják. Most ez egy olyan ócska, ózsdi, témakezelési, pontosabban elhárítási manőver, hogy mindenhol, ez leginkább a Habsburg kamarilla működésében volt tetten érhető, valakit le akartak, vagy valamit járatni, akkor gondoljuk végig, ez nem ma Magyarország ellen a hivatalos lejárató kampány. Évszázadokon keresztül a magyar ügyet mindig ugyanezekkel a módszerekkel próbálták meg lejáratni. Tehát kicsinyíteni, jelentéktelenné tenni, gúnyolni, gúnyolódni, nem tetszés nyilvánítani, és a többit nem is kell különösebben hangsúlyozni. Na most ott viszont föltűnik, hát nyilván mindenkinek feltűnik, hogy Alba Régia, és gondolom már innen látjuk. Alba Régia nem azonos, még nyelvi szinten sem azonos Székesfehérvárral. Miért nem azonos? Mert ilyen az élet. Mert az egyik Alba Régia, még azt sem tudjuk, hogy Urbs Castrum vagy Civitas, hanem Alba Régia. Ez nem azt jelenti, hogy Székesfehérvár, ez azt jelenti, hogy királyi fehér. Ennyit jelent. És hát azért gondoljuk végig, Fehérvárakkal a Kárpát-medence és a szűkebb környezete is tele van. És van, ahol valóban székhelyként jelenik meg, Erdély szakrális közigazgatási és vallási központja Gyulafehérvár, mert gyulák igazgatták Erdélyt. Aztán a bejövettel keletről való Kárpát-medencébe érkezés útvonalán ott volt Nyeszterfehérvár. Aztán hát a déli részeknél ott van egy nagyon jelentős Nándorfehérvár. Na de ha megyek tovább a tengerparton, ott van Tengerfehérvár. Tehát hozzá kell szokni a magyar helynévanyag vonatkozásában, hogy olyan, mint a családneveknek a világa. Nem egyszeri jelenségek. Tehát Budából, ha valaki elkezd gyűjtő körútra menni, akkor egy kis kosárral bármelyik tájegységen összetud egy kis budányi, hogy úgy mondjam, terepgyakorlat után egy kis névanyagot gyűjteni. Hát Balaton északi partvidéke, Tihanyi félsziget, legmagasabb pontja, az építmény a templom mellett, amit még Első András alapított, a helyi térképen még mindig így szerepel, hogy Attila vár. Ó, Attila vár! Ó, ilyen az élet! Attila király nemzetségéből alapított templomot Első András, és érdekes módon, hát ez szakkönyvekben nem jelenik meg. Mert a tihanyi apátságra vonatkozó tudnivalók, hát némi torzításon keresztül azért eljöttünk. De az, hogy ott hogy hívnak helyeket, az már, mintha nem is tudom, nem is tartozna szinte senkire. És azért ott volt egy tihanyi visszhang.
És azért gondoljuk, már a Balatonnak is rendkívül gyanús és érdekes a neve, mert maga Bél Mátyás, aki korának polisztoró volt, és a hivatalos történelmi és néprajzi tudomány is, hogy úgy mondjam, előfutárának tekinti. Bél Mátyás írja le, hogy nem kinevetni való, nem mosolyogni való, de amikor ő érdeklődött a helyi halászok között, hogy Balaton honnan kapta a nevét, ezt a választ kapták. Adták Bál, tehát valaki, Bálnak hívják, atom. És amikor ez a természettüneményi jelenség megnyilatkozott, na a Balaton akkor volt Balaton. Miért? Mert Bálaton tartózkodott. Tehát ez fényjelenségek és hangjelenségek. Amit még a tihanyi visszhang után, hangsúlyozom, érdemes komolyan gondolni, számon tartani. Hát ma már az sem nagyon kiabál vissza semmit. Na de oda nem messze, hát gyakorlatilag lóháton fél óra, gyalog attól függ, milyen ütemben haladunk, Óbudavár van. Most ezért gondoljuk végig, Attilavár, Óbudavár. Honnan ismerős nekem ez a kettősség? Hát a királyi központok névadási gyakorlatában, amit Attilavárnak hivatott Attila, az tulajdonképpen már élete végén nem az ő nevéről hívta a magyar, vagyis a hun, vagyis a magyar, hanem Budáról nevezte el. És Attila várat Budának hívták, Budavárának. De amikor Budavár még megújulva létesült, tehát megint megjelent egy Budavár, ahhoz viszonyítva az egyik a régebbi, milyen előhangot kapott? Ó Buda, Ó Budavár. Hát gondolom, senkinek nem áll nehezére feltételezni azt, hogy meghibbant lenne az a korosztály és közvélemény, amelyik Óbuda várát a Balaton északi partvidékére lokalizálná. Na, kicsit ugyanez a helyzet Alaba régiában is. Csak nem érezzük, hogy ez mekkora tragédia. Hát bármikor mondom valakinek azt, hogy hát Pest, ide figyelj, valahol ott van a Nándor-Fehérvár felé menő úton, és a mai határon át kell menni, és Pestre jutottam. És nem fogod elhinni, az volt a középkori Pest, ami nagy Pestünk, kis Pestünkkel, új Pestünkkel, amit IV. Béla király alapított. Ki gondolna engem abban a pillanatban, hogy úgy mondjam, egy kicsit úgy hát finoman fogalmazok, jártasnak. És akkor nagyon finoman fogalmaztam. Az ember azt mondja, hát egész biztos nincs ki egy kereke. Most gondoljuk végig. Minden eset esetében megértenénk, hogy mekkora képtelenséget mondunk. Kivéve Buda és Fehérvár. Miért? Hát mert nyilván egy nép megmaradásának egyik záloga az, hogy tudja saját hazáján belül, hol vannak a legősibb, jótékony, teremtői energiákkal, szakrális központnak nevezhető módon a legősibb szent helyek. Hát ha ezt nem találja meg, magát sem fogja megtalálni. Nem tud ráhangolódni egy országnak, egy anyaföldnek a mindennapi problémáira. Miért? Mert nincs valódi kapcsolat. És a mai magyarságnak egy kicsit ilyen irányba mutat a szekerer útja. Tehát nagy a tennivágyás, csak elképesztő a tájékozatlanság. És képzeljük el, felpattanok a szekérre, hajtom a lovakat, mert nagy bennem a tennivágyás. De nem tudom irányítani és kormányozni, és szakadék mindenfelől. Tehát néha ezért késztetnek bennünket tényleg olyan elképesztő kijelentésekre, meg nem gondolt gondolatokra. Ezek olyanok, mint a feldobott labdák, amiket aztán nagy látványos, teatrális módon, tévében, rádióban, minden tudomány egyetemén szépen le lehet csak. Na most egy viszont biztos, a szövegben a következő áll az ominózus 72. oldalon. Tehát hangsúlyozom, ez aztán a leghivatalosabb, hogy úgy mondjam, kiadványok körébe tartozik. Maguk a szerzők leírják, hogy milyen érdekes, hogy Fehérvárat mindig magas hegyek környezetében tárgyalják. És ezek mindig milyen érdekesek. Milyen érdekes, hogy egy Fehérvár metszet nem emlékeztet a mai Székesfehérvárra. El van intézve a dolog. Milyen érdekes. Legfeljebb milyen érdekes. Nyilván madár perspektívában mondjuk a 40 kilométerre lévő
Bakonynak valamelyik vonulata, a Csókakői várral, hát nyilván össze lehet a tájat is húzni. Persze, mindent össze lehet húzni. És leginkább az ilyen idézeteket kellene komolyan venni. Habsburg katonai szakmunkák állandóan hangsúlyozzák. Na most ebben mi az érdekes? Nem piliskutatók, nem hazát veszített, ugyanakkor pedig dicsőösöket kereső déli bábos magyarok, hanem Habsburg katonai szakmunkák. Tehát ez azt jelenti, hogy tudni kell, ha elindít valaki egy sereget, akkor hol van Buda, hol van Esztergom, hol van Fehérvár. Mert ha nem tudja, a sereget nem fogjuk megérkezni. Gondolom ez evidens. Ezt nem nagyon kell nekünk hangsúlyozni. Tehát Székesfehérvár Budával, Esztergommal egy egyforma távolságra lévő, egyenlő erejű háromszöget képez. Mit jelent ez magyarul? István V. Miklós magyar történetíró megint csak leírja. Fehérvár, Buda és Esztergom háromszöget alkotnak, és ugyanolyan távolra vannak egymástól. Na most gyors kérdés. Mai Buda, mai Esztergom, mai Székesfehérvár. Hát ha előtte pingpong meccsen vesz részt valaki pingponglabdaként, és ide-oda csapódik, hát körülbelül a meccs végére tényleg olyan elmeállapotba jut, hogy a mai Esztergom, Székesfehérvár és Buda között egyforma távolságokat vél felfedezni. És van még egy apróság. A mai Esztergomból soha, tehát még egyszer elmondom, a mai Esztergomból soha, többször nem mondom el, mert emlékeztetni fog a nem soha felindító mondatokra, de hát gondolom tudjuk, ha valaki ki tud nekem utat mutatni, amelyiken az esztergomi érsek innen lement 526 éven keresztül koronázni, hát akkor én neki egy úttörő díjat fogok szabadalmaztatni. Senkit nem érdekel. Hát úthálózat sincsen. Még ma sem tudok autóval Székesfehérvárról közvetlenül Esztergomba jönni. Így tekeregnek az utak. Ez senkit nem érdekel, főleg akkor, hogyha Magyarországon a 21. században érdekes dolgok kerülnek a felszínre. Ahogyan ráérünk még ezzel foglalkozni. Hát könyörgöm, gondoljuk végig, hogy itt az ország legfontosabb szertartása, a magyar király koronázási szertartás két legfontosabb, hát Budával a harmadik helyszíneiről van szó. Ez azt jelenti, hogy mind a három helyszín között ma is nyomaiban épületromok, épületmaradványok, megállóhelyek, utakat biztosító erődítmények, hát akit koronáznak, az lesz a király. Hát senki nem gondolhatja azt, hogy naponta leviszik 60-100 kilométeres távolságokra a koronát, védhetetlen utakon mondjuk, hát ha az ellenpárt jelöltje mondjuk lecsap, és akkor a saját magát koronáztatja meg. Tehát gondolom érzékeljük, hogy még bele se kezdtünk szinte semmiben, de hát ez már egy elég szokott jelenség, és akkor lehet érzékelni, van éppen elég probléma. És leginkább az önismeret vonatkozásában. És azért tud rajtunk a világ ilyen módon gúnyolódni, ki lehet találni, hogy miért, nem sok oka van egyébként. De mindig van egy olyan ok is, hogy meg kell kérdezni a legmagasabb, legbelsőbb szinten, hogy belül minden rendben van. Hát, hogyha nekem lehetőségem nyílna a magyarságot a világ előtt képviselni, tudnám én valóban képviselni? El tudnám mondani, hogy nem 1100 éve vagyunk itt? El tudnám mondani? Hát itt vannak az óriási nagy problémák. És nyilván nem mi tehetünk róla, hanem ilyen helyzetbe kerültünk. De amikor van lehetőség a helyzeten javítani, akkor nem szabad elmulasztani. Tehát egyforma távolságra vannak egymástól, és ez azt jelenti, hogy mindennapi kapcsolatba kellett, hogy legyenek. De ez már egy külön terület, megyünk szépen tovább. Elérkezünk Esztergom, mert a három közül most Esztergomot fogjuk
megnézni. Szulejmán szultán, hát ő nem csak szultán, hanem padisa, tehát ő egy szellemi szakrális vezető is, írja a következőket 1526 után, 1543-ban, amikor ő Esztergomot elfoglalja. Tehát gondoljuk végig, hogy ki fogalmazza ezt meg. Tehát nem egy déli bábos tudósító mondjuk az Al Jazeera-tól, hanem a világ hódító, felséges, félvilág uraként számon tartott, félvilágot bejáró, tehát piramisok tövében is napozgató olykor, padisahról van szó, aki néhány hadjáratban már részt vett, néhány várat már megostromolt. Hát 1453-ban elődje elfoglalja Konstantinápolyt. Na most Iszturgum nevű igen erős vár felé így haladtam, mondja. Tehát ez a napi, hogy úgy mondjam, bejegyzései között szerepel, a Mohács című forrásgyűjteményben olvasható. Iszturgum nevű igen erős vár felé, amely magas hegyen épült. Már itt érzi az ember. Jó, hát nyilvánvaló módon tudjuk, mi az áfium, ez Rényi Miklós is figyelmeztetett, ez az ópiumnak a egyik megneve, ópium áfium, tehát ez nyelvtani úton is ugyanaz, tehát ez a török áfium, hát ez ebből ered. Hát nyilván a vízipipában más is volt, miközben ő haladt Esztergom felé, és hát itt a magas hegyek között már annyira ki volt éhezve arra, hogy valami magasat lásson, aminek a vár van a tetején, hogy a mai esztergomi várdombot meglátta, és azonnal azt gondolta, hogy na, hát ez nagyon magasan van. És tényleg magasan lesz majd, tehát nem arról van szó, hogy nem ez, hanem egy kicsit nézzünk a tájban körül. Tehát néha nem ártana. Véletlen Vaskapuról nem hallottak itteni lakosok? Hát ha valaki felmegy a Vaskapura, félútról visszanéz, lehet látni, hogy az ennek a hegyrendszernek a gócpontja, és minden irányba a Dunapartra, a völgyek felé karok mennek le. És az egyik Dunapart irányában levenő hatalmas nagy hegygerincnek a legvégső csomópontján van a mai esztergomi vár. Ennyi. Tehát ez maradt meg. Tehát az egy kicsit érzékelni kellene a távlatot. Hát Európai Unióban is érzékelik. Hát a tyúkokra hozott törvény. Hát az engedtessék, mert ez nagyon rossz megjegyzés volt, hogy érzékel, mit jelent érseknek lenni, mit jelent királynak lenni, mit jelent uralkodónak lenni, mit jelent, hogy egy Kárpát-medencényi területen belül csak is itt van az a szakrális központ, ahol királyok születtek, temetkeztek, és ahol a legfelsőbb egyházi méltóság jogérvényesen Szent Koronával magyar királyt koronázhatott. Hát azt egy dombra nem viszik fel. És miért nem viszik? Veszélyes. Tehát ki van szolgáltatva? De ha az a kis domb, már ott van mellette a Szent Tamás hegy. Na de a Szent Tamás hegy fölött is vannak, hát megyünk fel a Vaskapu felé. Még az a szerencsé, hogy a Szent Tamás hegyet senki nem vonja kétségbe, mert hát ott aztán tényleg vár állott, és először mindig onnan lőtték be a várat. Most mit lehet mondani? Gratulálunk. Ez már tényleg stratégának sem kell lenni, hogy érzékeljük, hogy bonyolultabb a képlet, de ugyanakkor magasztosabb is. Tehát Iszturgum nevű erős vár felé, amely magas hegyen épül, és amelynek tornyai az égig érnek. Bástyái hegyhez hasonlók. Tehát bástyái védművei. Tehát védművei hegyhez hasonlók. Tehát nem arról van szó, hogy van egy bástya, egy kiszögelése, hanem a bástyák hegyhez hasonlók. Magyarul, hát kicsit más a lépték, más a kategória. És még egy apróság, tornyai az égig érnek. Hát nyilván ez is a keleti túlzások világába tartozik, hát nyilván egy torony az ég felé fog elindulni. Én is így gondolom egyébként, tehát tornyok azért nőnek, hogy az égig soha ne érjenek fel, de azért az égig kötelességük felmutatni. Jön a következő. Ez most egy török forrás megint csak.
Ezen a vidéken van Usztorgum vára, amely a Tuna partján a Kaf-hegyhez hasonló magas hegyen épült. Gondolom tudjuk, az iszlám mitológiában, kozmikus mitológiában a Kaf-hegy milyen hegy? A világhegye, tehát a legmagasabb hegy. Tehát ha ő azt mondja, hogy Esztergom, Kaf-hegy méretű hegyen épült, akkor engedtessék meg feltételezni azt, kettős az esély. Vagy tényleg ők már annyira elvetemültek voltak, hogy adminisztrálni akarták a porfészkeket, mondván, hogyha elfoglalta a szultán, azért szultánhoz azért valami illőt kell remekelni. Csak hogy nem ez a helyzet. Tehát gondolom érzékeljük. Hát a világ metropoliszai között emlegetik Esztergomot, harmadik Béla korában. Metropolisz. És ugyanakkor pedig, most megint arra a bizonyos Fehérvárra, Alba régiára utalva, mikor Mátyás halála után Miksa valamilyen furcsa, légüres térnek következhető drámai következmények régévén elfoglalja rövid időre, ő maga írja a hadinaplóban. Fehérvárnak a külvárosai akkorák, mint nálunk Brüsszel. Tehát azért ezekre oda kellene figyelni, hogy ami megmaradt számunkra, az nyilván azok a gócpontok, amelyek egy nagyobb rendszernek lehettek a részei. De ott nem áll meg a tudomány. Hát azért Miksa Habsburg volt. Még egyszer elmondom, Habsburg volt. Hát a mai korban divatos Habsburg korszakról, meg jó Habsburgokról beszél. Hát ő mondja, hogy akkorák Fehérvárnak a külvárosai, mint nálunk Brüsszel. Akkor mekkora lehetett ez az Alba régia? Hogy egyáltalán hogy kell középkori magyar királyi központi városszerveződés vonatkozásában nekünk gondolkodni? És megmondom, hogy mi a probléma, erre Pap Gábor szokott figyelmeztetni teljes joggal. Mindig nyugat-európai mintákból épülünk ki. Miért? Mert ez a tananyag. Csak hogy itt nem nyugat-európai mintát toldozgatnak, foltozgatnak, hanem van magyar művelőség, van magyar várépítészet is, bármennyire hihetetlen. Na most, Tuna partján, tehát itt tével írja a déd, Tuna partján Kaf-hegyhez hasonló magas hegyen épült híres, páratlan város és nehezen megközelíthető vár. Nehezen megközelíthető vár. Szaturnusz egéig érő szilárd alapra épített templomok és kolostorok vannak benne. Most gondolom érzékeljük, két támpontot is kapunk, szoktassuk hozzá a gondolkodásmódunkat, mert ez a gondolkodásmód Vitéz János korában világkép jelentőséggel bír. Tehát ez mit jelent? Ha én nem értem meg azt, hogy ők hogy gondolkoztak a világról, milyen volt a világképük, akkor nem tudok hitelesen arról a korszakról szinte semmit mondani. És mi az, amit nem merünk komolyan venni? Az, hogy ennek a korszaknak csillagászati alapozottságú, ezen belül asztronómiai, ezen belül asztrológiai és asztrozófiai alapozottságú volt a műveltségük. Az esztergomi érseknek is. Tehát ilyenkor szoktak egy jó nagy pontot elhelyezni a mondat végére. Tehát nem üldözött világszemléletről van szó és világképről, hanem az esztergomi érsek is így gondolkozott. Ezért tudta megjövendölni, csillagok üzenetéből kiolvasva Magyarország sorsát. Mert bizony megjövendölte. Na most egy hétbolygó rendszeren belül a Szaturnusz szabad szemmel az utolsó látható bolygó. Na most ha azt mondja, hogy Szaturnusz egére épített, akkor ez mit jelent? Ez a legmesszebb, ez a legmagasabb. Tehát Jupiter már egyel beljebb van, Mars még beljebb van. Tehát ez azt jelenti, hogy egy rendszeren belül, ez most legyen egy hegyrendszer. A legmagasabb hegy, és alapjait tekintve pedig a legtávolabbi bolygószféra, tehát mindenféleképpen
a legmagasabb. És akkor ennél pontosabban én úgysem tudom már körbeírni. Egy bámulatra méltó templom is van benne, melynek falai színes márványból vannak kifaragva. Csodálatos képekkel, aranybálványokkal van élesítve, ékesítve, nem árt tudni, de ezt már többször itt megtárgyaltuk a István Koppány Historián belül is. A keresztényt ugyanúgy bálványimádónak tart és pogánynak tart, először leginkább egy másik keresztény felekezetnek a tagja. Csak azért mondom, mert ma divatos, leginkább ilyen nagyon műveltnek látszó, és nagyon egyházi alapozottságú műveltség mentén, hogy úgy mondjam, kijelentéseket tenni. Nem árt tudni. Átmegyünk a következő katedrára, és ott ugyanúgy fognak beszélni arról a katedráról, amelyikről átmentünk oda. Egy nagyon szép és hatékony példát idézek, amikor a vallási felekezetek Mohács után kialakulnak a Kárpát-medencében, a reformátusok, nem tudom, hogy joggal vagy jogtalanul, kit tekintettek, nem ismerem itt különösebben megfogalmazni, de azt gondolom tudjuk, a reformátusok keresztények voltak. És az anyanyelv művelésében, hát azokban az évszázadokban óriási szerepük. Zsoltárok, szótárak, a népművészethez való visszatérés olyan módon, hogy templomok belsejében a népművészetet engedi megszólalni, festett mennyezetkazettás templomok. És hát közülük is az egyik részük, hát külföldi egyetemeken végez. És nem árt tudni, hogy onnan nézve bálványimádó, pogány és pápista. Pápista. Azok a római katolikusok. És nagyon bálványimádók a római katolikusok, mondják ők. És vajon miért nagyon bálványimádók? Mert olyanokban hisznek, hogy szentek közben járhatnak mondjuk földi halandókért. Hát ez nem bálványimádás? Teszik fel a kérdést. Tehát azért gondoljuk végig, ökumenizmust hirdetnek újabban. Közben pedig azon kívül, hogy mindig megjelenik a főcímen valamilyen, nem is tudom, ilyen már-már csöpög a nem tudom mitől, és akkor finoman fogalmaztam, ahelyett, hogy kiválók tudósaik közül némelyik a magyarságot valóságos vallástörténeti múltjával megismertetné. Ehelyette eljátsszák ezt a ilyen különös násztánc kamerák előtt. Mi ökumenikusok vagyunk. És akkor várják a béke Nobel-díjat, hogy hú, mi minden történt itt. Tehát ezt csak azért mondom, mert amikor a török Esztergomban jár, arany bálványszobrokról beszél. Tehát tömbben aranyszobrok állnak még, ezt nem aranyozott, aranyszobrok állnak esztergomi templomokban. És ha a török megőrizte, kérdezem én, ki olvasztotta be. És ezért nem tanítanak még hat történelmet sem. Mert a kor Buda, Esztergom, Fehérvár hat történetére vonatkozó leírások elmondják, és ezt egyébként a Székesfehérvár történetét tárgyaló, ezt mindenki elmondja, mert ténykérdés. A legnagyobb pusztítást a török után, mert nyilván pusztított, és leginkább elhanyagolt épületeket. És az ember sokáig arra gondolt, hogy a török azért hanyagolja el, mert azt akar, nem, a török szeretett, hát főleg vezérekről van szó, előkelőkről, keleti pompából élni. Egyszerűen építészetileg nem tudta átlátni, hogy milyen épületekről van szó, nem mertek hozzájutni. Tehát nem volt építészet történeti minta sem Bagdadban, sem Damaszkuszban, sem Kajróban, Horribile dictu, sem Ravennában, sem Páriban, sem Rómában, sem sehol. És aki Esztergomban, Fehérvárban vagy Budán járt, mindig ezt hangsúlyozta. Elképzelhetetlen módon épített épületek. A világ csodái. Hogy hinnéd, hogy a Teremtő építette a paradicsomba, csak úgy odaadta az embereknek.
Hangsúlyozom, ezek minden népszerűsítő forrásokban ezek az adatok szerepelnek, csak minthogyha kötelező védőoltásra járnak. Tehát, hogy ne jusson el. Tehát nem arról van szó, hogy titkos kódexekben felfedeztek ilyen eldugott miniatúrákat, metszeteket és leírásokat. Minden szöveggyűjteményben gyakorlatilag ott van. De ez a merjünk kicsik lenni. Merjünk még inkább, hogy úgy mondjam, még kicsibbek lenni. Ez olyan jól megy, hogy akik még tiltakoznak ellene belül, észre sem veszik, hogy már rég napi háromszer egy adagba, az első, hogy úgy mondjam, nem tudom milyen művelődés történeti vetélkedőn már beleestek ebbe a csaptába. Tehát egy gondolkozásmódon kellene egy kicsit javítani. És akkor folytatom tovább. Bálványtemplom. Tehát ezért mondom, iszlám számára mi voltunk a bálvány, meg a elvetemű tévelykők és egyebek. Tehát az emberiségnek óriási problémái vannak. És ott kellene javítani, segíteni, ahol megvan az erkölcsi alap. Na de mindig az erkölcsi alapot próbálják szétszúzni és szétrongálni. Na megyünk tovább. Mivel a várban rendkívüli magassága miatt nincsen víz, milyen magas? Rendkívüli magassága miatt. Tehát azért gondoljuk végig, hegyek mindenhol vannak, kisebb, nagyobb hegyek. És állandóan az a visszatérő refrén, hogy rendkívül magas. Nagyon magas. Ügyes mérnökök művészetüket felhasználva egy csodálatos művet találtak ki, létesítettek. Én ezt most nem is olvasom tovább. Gyönyörű palota, amely a paradicsom palotájának mintaképe, tehát paradicsom palotájának mintaképe. Ez már egy iszlám hitű ember számára, gondolom tudják, már bíróság elé lehetne vinni. Miért? Mert ez egy magyar keresztény palota. Te meg muszlim, iszlám hitű tudósként azt írod, hogy ez a paradicsomnak a palotája. Hát abban a pillanatban összeül a káditól kezdve mindenki, és az ügyet elkezdik komolyan gondolni. Na de nincs visszabeszédnek helye, mert mindenki így látja. Páratlan tökéletességű alkotásokról van szó. Na de folytatom. És ablakaiból letekintve a földgömb csak egy porszemnek látszik. Na most, ha én felteszem a kérdést, hogy akárhol kiállunk, mert nagyon szép a panoráma, na de nem így fogom megfogalmazni, hogy az esztergomi palota ablakaiból kitekintve a földgömb csak egy porszemnek látszik. Tehát az nekem nagyon magasnak kell lennem, vagy magasan kell lennem, elnézést. És vannak nagyon magaslati pontok, magas hegyek tetején, ahol lehet ezt a szférikus görbületet érzékelni. Tehát az ember érzékeli a tájnak is, és az égboltnak is. És nyilván egy ilyenfajta képletről van szó. Szobieszki János, lengyel király, a vár felszabadítója, 1683-ban. Esztergom Magyarország érsekeinek ősi székhelye, meredek sziklán álló vár. Nos, idáig még azt mondja, na ugye, végre meg lehet könyv, itt is van sziklás, meredek sziklán álló vár. Igen, de így folytatja. Melybe emberi szem nem tekinthet be. Bármelyik magas hegyre fölmegyek, akkor mi az, amit látok? Kukkerre sincs szükségem. Hát az, hogy akármilyen magasra építik a falat, egy magasabb hegypontról már be tudok tekinteni. Mit mond Szobieszki János? Tehát még egyszer, meredek sziklán álló vár, melybe emberi szem nem tekinthet be. És jön a tanmese teljes joggal, hogy mindig a Szent Tamás hegyjel kezdték. Miért? Mert onnan be lehetett már tekinteni. Hát
épít egy emelvényt, felállít rá két üteget, és így már felülről célzott lövéseket lehetett ágyúval beadni. Nem csak Magyarországnak most érdemes figyelni, és ezt mindig érdemes megjegyezni, nem csak Magyarországnak. Tehát a magyar ügy nem csak magyarra vonatkozik, ez egyetemes tétel. De Görögországnak és egyéb hatalmas tartományoknak is a kulcsa. Tehát szokjunk hozzá az ilyen gondolkodásmódhoz, és gondolom érzékeltünk. Egy barátnak a forrásából merítettünk, Szobieszki János, és hát tulajdonképpen végig ellenfelektől, ellenségektől idéztünk. Na most, ha az ember ezt úgy látja, akkor azt is érzékeli, hogy amikor a hadjáratok idejét érte 150 éven keresztül az ország, érdekes módon mindig Esztergomot akarták először elfoglalni. Tehát valami miatt Esztergom valakiknek mindig nagyon fontos volt. Ha én tudom azt, hogy a pénzverő műhelyek a középkorban hol üzemeltek, akkor talán közelebb jöttünk a rejtvényhez. Mert külföldi zsoldosokat, és ezt megint nem érdekes úgy elintézni, hogy hát ez butaság, ismerjük a művelt előkelő értelmiségének a rendkívül felsőbség teljes felelős megszólalása ilyen esetben. Ugyan, hát ezt te sem gondolod komolyan. Ismerjük ezt a hangvételt. Tehát amikor nem, ugyan, hát ezt te sem gondolod komolyan. Hát az a helyzet, hogy komolyan gondolom. És mit kell nagyon komolyan gondolni? Az aranynak a kérdéskörét. Mert sokáig úgy toborozták Nyugat-Európában a seregeket, hogy ez az Eldorado közelebb van, mint az az Eldorado. Most azért gondoljuk ezeket végig. Gimnáziumi szöveggyűjtemények, tehát hogy érthető legyen. Nem az a probléma, hogy titkos adatokról van szó, hanem az, hogy hiába van ott tananyagként is. Ma pedagógusok mondják, hogy a gyerek olvas, felolvas. Hát régen azért első két osztályban már meg lehetett tanulni, írni és olvasni. A legrosszabb képesség, ha van egyáltalán ilyen, hát én emlékszem. Tehát aki egy kicsit akadozva olvasott, hú, hát az már így lesajnálták messziről. Na de lehetett 8-9 éves. Ma 16-17 éves gyerekek is felnőttek olvasnak úgy. És pedagógusok mondják azt, hogy a baj az, hogy nem is érti, amit olvas. És az ember meghökken. Mi értettük, hogy mi van oda írva. Magyar Eldorado. Tehát nem titkos, rejtett művelődés történeti sztárkönyvekben, hanem szöveggyűjteményekben, középkor végén magyar Eldorado képe, az aranyországa. Hát Csallóközi, de nincsen messze. Hát miről volt nevezetes? Hát mindig vannak aranymosók a Dunán. Nem is kellett bányákat nyitni. Nos, egy biztos, lehet érzékelni, hogy itt tényleg minden területen vannak olyan jelenségek, amikre oda kellene figyelni. És amikor szakértők elmondják, szakértő, ez ma divatos kifejezés, hogy a recski részbánya, túloldalon talán nincs is messze, Duna túlsó partján, recski részbánya. Na most az öregek tudják, hogy a recskiről szomorú nevezetes, de a részbánya, réz mindenhez kell, ma is, az űrtechnológia idején. A recski részbánya, többször futok neki. Ami ott még van, a jelenlegi államadóság kétharmadát lehetne belőle finanszírozni. Na most gondolom értjük, hogy hol van a probléma. Egy, többnyire azt sem tudjuk, hogy ezen a szűk területen mi van, többnyire. Ha véletlenül megtudjuk, akkor meg nem tesszük fel a kérdést. Ha ez így van, miért nem lehet megnyitni? Hát ha ez így van, miért nem lehet megnyitni? Hát egyszerű a válasz, amit most már sokan kezdenek tényleg fölfogni. Mert nem szabad ez az ország. Egyszerűen nem szabad. Le van kötve. Kezén, lábán lakat.
És ha egyet nyikkan, akkor az egész világháló belehördül, beleremeg, és hatalmas tiltakozás hullámok mennek, hogy itt lábbal tapossák a demokráciát. Egy nép élni akar, tehát mi lesz a híre? Lábbal tiporják a demokráciát. Na hát, mit lehet mondani? Gondolom, sejtjük azt, hogy jó ütemben haladunk a világ vége téma felé. Tehát bármennyire különös, de azért tényleg, hát amiről szó volt eddig, az már nincs. Tehát tulajdonképpen hol voltak ezek az igazi királyi központok? Hol vannak ezek a gyönyörű épületek? És Esztergomnak volt egy nagyon szép jelmondata Vitéz János Esztergom érsek idején, hát nem szép, de nagyon tanulságos, de szép is talán. A Szibillák terme és a királyok terme között volt egy vörös márvány folyosó. Nos, erről a vörös márvány folyosóról, erről megint csodákat zengedeztek. Miért? Mert az, hogy vörös márvány mondjuk a padló, hát arra mit lehet mondani? Hát jó, hát mi legyen. De képzeljük el, hogy az egész folyosó vörös márvány. Tehát az oldalfalak, a mennyezet és a padlózat. Ez azt jelenti, hogy ezzel nyilván Vitéz János Esztergom érsek a maga idejében nem a pompát akarta növelni. Az ilyenfajta megoldásoknak már van funkcionális szerepük is. Tehát azért építeti meg vörös márványból a folyosót, mert a vörös márványnak van valamilyen hatása. És ez a hatás köti össze a Szibillák termét a királyok termével. Az egyik helyen a Szibillák termében a keresztre feszített Jézust jövendölték meg az ókor pogány, bálványimádó, eretnek, mit lehet még mondani, jövendőmondói. Most megint mi a probléma? Hát számunkra semmi probléma nincs. Nem ószövetségi proféták, hanem ótestamentumon kívüli vallásos élet, ókori világ, szellemi irányítói, ezek voltak a Szibillák. Ez egy jövendőmondót, inkább papnők gyakorolták, ez testület volt. Már az etruszkoknál léteznek, már Mezopotámiában ott vannak, tehát mi a római korból eredeztetjük őket, de már a római korban sem a római korból származtatták őket. Itt nem messze Vitéz János Esztergom érsek azt mondja, hát azt tudom, hogy az ótestamentumi proféták megjövendölték, de ezek azt nem tudják, hogy mások is megjövendölték. Na most mikor tudok többet adni az emberiségnek? Akkor, ha azt mondom, amit mindenki tud, vagy hozzáteszek még valamit, hogy figyelj, ezt tudjuk, de még van ilyen is. Azért gondoljuk a mai egyházi szellemi élet és oktatás keretén belül. Hát amit itt, én várom egyébként azt a pillanatot, hogy kiadnak egy körlevelet saját eddigi 900 éves múltjuk ellen. Mert eljön az idő. Mert ha következetesen gondolkoznak egy gondolatmenetben, az már tévejgés, az már pogányság, hát az már szédelgés, asztrológia. Pogány papnők. Hát a betyáros mindenségi. Csak van egy probléma. Római pápák is gyakorolták. Tehát a kornak a világképéről van szó. Tehát a korszaknak világképéről van szó. És ezen belül pedig van egy nagyon erőteljes magyar sajátossága is ennek a világképnek. Hogy úgy tűnik, mintha az egyik legjelentősebb központja nem is kívül lenne a Kárpát-medencében, hanem itt volt belül. Tehát minthogyha nem is innen mentek volna humanista képzőkbe Észak-Itáliába, hanem minthogyha Itáliából azt figyelték volna, hogy jól tanulnak-e, jól gondolják-e, és ide jártak Vitéz János, most egy kicsit regényes formában mondom, de majd az idézetekkel megismerkedünk. Hát tulajdonképpen Vitéz Jánosnál vizsgáztak. Akkor az ember felteszi a kérdést. Ha Vitéz Jánosnál vizsgáztak, akkor
akkor tulajdonképpen ez a szellemi hagyomány, ez a szellemi minőség, ez a szellemi fény, ez honnan származik? Honnan ered? Hol van a forrása? És ahhoz nem kell nagy tudomány, hogy valaki belássa, amikor 1526-ban a magyar államnak a felépítmény, mert egyházi állam felépítménye összedől, hát nézzük meg, hogy a nagy világválságok akkor indulnak el. Hirtelen már nem tud gótikus templomot építeni. Hirtelen már nem tud semmivel mit kezdeni. Hirtelen már csak rabolni tud, rabszolgákat tud gyártani földrészeken, és hirtelen az annak a monumentalitásnak, az egyetemes látásmódnak. Hirtelen vége szakad, ahogy Ady Endre mondaná, minden egész darabokban. Abban a pillanatban. Meghalt Mátyás, mondanánk, hát még szép vagy oda az igazság, de majd jön Mátyás és visszahozza az igazságot. Tehát végeredményben vannak ilyen nagyon érdekes jelenségek, és ennek a Vörösmárvány folyosónak a valamelyik oldalán, mert egyikünk sem látta, volt a felirat a következő. Sic transit gloria mundi. Hát ezt, ha pontatlanul fordítjuk le, költői módon, ez azt jelenti, hogy így múlik el a világ dicsősége. Magyarul ez mit jelent? Így lesz vége a világnak. Igen ám, de a tranzit, hát tranzit. Hát utazásoknál mi is használjuk. Az nem azt jelenti, hogy elmúlik. Tehát lehet érzékelni egy kicsit alapvető dolgokat, és ez még nem is nagy tudomány a dolognak, de vannak olyan szólamok, hogy fel sem tűnik, mert miért tűnne föl, miért? Mert az egyetemről ezt mondja mondjuk a tanár, a szószékről ezt mondja a plébános, hittanórán a hittanos, külön stúdiumon mondjuk az autodidakta csoportnak a vezetője, Sic transit gloria mundi, tehát így múlik el a világ dicsősége. Na de a szó nem azt jelenti, ez a tranzit szó, hogy elmúlás. Nem tranzit. Gondoljuk az utazások alkalmával. Tehát így utazik, így megy a világ, tehát van a világnak egy sorsa. Persze, hogy én azt mondom, hogy ha felszállok erre az ágra, akkor ezek a tranzitok a világ elmúlásához fognak vezetni. Ez nyilvánvaló módon így van. Igen ám, de honnan tudom meg, hogy elérkeztem az utolsó állomásra? Tehát ebben a hatalmas nagy kozmikus üsztörténeti világutazásban. Az egyik a Szibilláknak a terme, ott ábrázolják Jézust keresztre feszítve, és miközben keresztre van feszítve a leírások szerint, tehát ott van a keresztfán. Tehát ott állnak a keresztfa alatt a pogány jövendőmondók, a szibillák, és megjövendőlik. Igen ám, de mit jövendőlnek meg ebben az esetben? Hát egy dolgot biztos, népek Krisztusa Magyarország. Mert a következő teremben, a folyosó másik oldalán magyar királyok Vitéz János előtt, hát erre mit mond az ember? Hát ez nem kell Vitéz Jánosnak lenni, hogy tudjam, hogy kik uralkodtak el a kor előtt. Na de Vitéz János tovább viszi a királyok sorát, még egészen elmegy, hát gyakorlatilag mennyi ideig, 1472-ben hal meg, egy biztos Szapolyai János halálának végéig a jövendőlések elmennek. És már a kortársak és az utókor is felteszi, Vitéz János nem csak annyit mondott, amennyit az ő korából meg lehetett állapítani, hanem azt is megmondta, hogy kijön Mátyás után. Azt is megmondta, hogy Mátyás utánjövő után kijön. És mindezeket a király alakokat úgy festette meg, majd látjuk az ide vonatkozó leírásokat, hogy föl lehetett ismerni. És hát képzeljük el, amikor második Lajos ott sétál, Bakócz Tamással, esztergomi érsekkel. És látja az egyik király alakot Mátyás után megfestve közvetlenül, aki alszik szinte a trónszéken. Nem nehéz kitalálnia, hogy ez,
Hát Mátyás után, aki jött, hát ilyen az élet, nem minden a fiú lehet büszke az apjára. Hát úgy rájön, hogy hát a betyár mindenit, hát jó, hát itt mindig ilyen udvarias köhintések vannak, és mondja Bakóc, gyere fiam, megyünk tovább. Na igen, ám, de ki a következő alak? Saját magát látja. Fiatal uralkodó, lángtenger teljes közepén, előtte szakadék, mögötte szakadék. És fiatal uralkodó, és a török kopogtat az ország végein. Hát azért gondoljuk végig, hogy ez a kor, ez úgy élte a mindennapi életét, hogy tényleg tudta, hogy mi fog bekövetkezni. És azért gondolom, tudjuk, a teljes magyar püspöki kar, egy-két személytől eltekintve, ott hal meg a Mohácsi csatamezőn. A teljes magyar állami irányítás vezető emberek ott halnak meg a Mohácsi csatamezőn. Kérdezem én, ez nem áldozat? Hát a fiatal váradi püspök Perényi Ferenc, hogyha Perényi az biztos a keresztnév, az talán Ferenc, fiatal váradi püspök a csata előtt, közvetlenül a csata előtti napon szól második Lajosnak, felséget küldjön Rómába követet, hogy a holnapi napon, amelyiken megütközünk, a Szent Atya azt a napot 20 000 magyar vértanú emléknapjaként iktassa be a szentek sorába. Na most ők így mentek a csatába. És nem úgy, hogy Szalkai László, az az esztergomi Varga fia, persze örült, hogy érsek, és lopott, csalt, hazudott. Hát nyilván nem ezt írja a történetírása hivatalos, de kicsit így éreztetik. Tehát Bakóc az egy ilyen felfuvalkodott zsarnok volt, hát engedelmet kérek, Bakóc Tamás konstantinápolyi pátriárka volt. Tudjuk, hogy az mit jelent konstantinápolyi pátriárkának lenni Konstantinápoly eleste után? Ha véletlenül felszabadul Konstantinápoly, ki lesz a bizánci egyház feje? Bakóc Tamás, esztergomi érsek. Egy kérdésem van. Hogy fért meg egy esztergomi érsek fejében egy úgynevezett bizánci egyházi méltóság is? Hát ezek tényleg katolikusok voltak. Katolikus mit jelent magyarul? Egyetemes. Egyetemes. Tehát a magyar kereszténység azért katolikus, mert a katolikus nem azt jelenti, hogy római, nem azt jelenti, hogy bizánci, hanem azt jelenti, hogy egyetemes. És hát Bakóc Tamás római pápa jelölt volt. És olyan módon, hogy amikor Rómában ellenpápát választanak, még a hivatalos választás előtt őt választják meg, csak Bakóc nem fogadja el. Na most, ha ez egy felfuvalkodott, ahogy próbálják érzékeltetni, hogy ilyen nagyra törő, a kor, hát a humanista kornak ez a jellegzetes reneszánsz figurája, ismerjük, ez a törekvő mai politikus, aki mindent magának harácsol, ez a kor jellegzetes reneszánsz figurája, ilyen volt Bakóc Tamás. Püspökök könyörgő levelet írnak neki, hogy jöjjön Rómában, mert Rómát csak ő tudja megmenteni. Hát én arra várnék jelen pillanatban, hogy például az egyetlen ilyen közel jutott magyar egyházfőnek a sorsát. Hát azért illene tárgyalni. Kiadványokban, kutatástörténeti munkákat kellene kezdeményezni. Hát itt világ tényezőkről, világ sorsalakító tényezőkről van szó. Na, örülök neki, hogy ilyen jól haladunk, és éppen ezért, ha még egy olyan ilyenkor lehet tudni, hogy jönnek a nagy idők. Tehát ez volt a bevezető rész, és akkor most megpróbálunk megismerkedni magával a témával is, hogy tulajdonképpen azon túl, hogy most visszatérünk Vitéz János korához, mitől volt izgalmas ez a kor? Most figyeljünk oda, hogy milyen neveket fogok mondani. Hunyadi János. Majd felteszem a kérdést, mi bennük a közös? Tehát Hunyadi János, Vitéz János, Pannóniai János, ő lesz Janus Pannonius, ifjú Vitéz János,
Kicsoda? Ifjú Vitéz János, veszprémi püspök. Vitéz Jánosról tudni kell, hogy nem csak Vitéz Jánosnak, hogy úgy mondjam, Janus Pannonius az unoka öccse, hanem Vitéz Jánosnak van egy Vitéz János nevezetű unoka öccse, aki majd Úr László idején Bécsben fogja befejezni az életét. Korvin János, Szapolyai János. 100 évet utaztunk. Milyen szellemi minőség jelöli ki ezt a 100 esztendőt? Hunyadi János, Magyarország kormányzója. Vitéz János, esztergomi érsek. Aztán Korvin János, Mátyás király, törvénytelen fia, magyar trón várományosa. Szapolyai János, Magyarország királya. A Jánosság. Hát azért, ha én keresek a világ történelemben, tehát a magyar történelem az nagyon jó szívű hozzánk. Miért? Mert szinte szájbarág dolgokat. Hát ha itt nem veszel fel észre szellemi minőségeket, nem veszed észre azt, hogy van János, aki keresztelő Szent János, van János, aki a szeretett tanítvány, evangélista, apostol és a jelenések könyvének szerzője, az egyik János előkészítette Jézus Krisztus útját, ő volt keresztelő Szent János, a másik János pedig folytatta Jézus Krisztus útját, amikor Jézus feltámadt és megjelent. Ő volt az evangélista János. Van 100 évünk gyakorlatilag. 1440-től, Szent Korona ellopásától, gyakorlatilag 1541 Buda eleste, mintha népmesét olvasnék. Van egy hősöm, Jánosnak hívják, és mondják neki, hogy már 99 embernek van a feje karóba, fiam, ha elbuksz, tiéd lesz a 100. És a 101. esztendőre Buda elesik, a Szent Korona ellopása után. És ott van Mátyás király. És az ember felteszi a kérdést, kik készítették elő Mátyásnak a királyi trónt, és halála után kik folytatták. Hát sokkal kisebb fokozaton és hatékonyságon kik csengették le az ő szakrális királyságának legfontosabb üzenetét. És az ember érzékeli, ez a Szapolyai János sem lehetett akárki. Van még egy apróság. Most nehogy azt higgyük, hogy túlzásokról van szó. Tehát azon túl, hogy a nevek összekötik a kornak legfontosabb szereplői, és akkor még nem beszéltem a következőkről. Vitéz János esztergomi érsek után ki lesz az érsek? Bekenz Lóer János. Utána ki lesz az esztergomi érsek? Aragóniai János. Most Mátyás nézte a kalendáriumot? Mondaná, hogy Vitéz János. Kiment János nekem. Gyorsan János. Hát egy kor üzenni akar, kicsit leépült tájékozódással, antenna rendszerrel jelentkező utódoknak, akkor hogy fog üzenni? Úgy, hogy Jani bácsi a zsiráf ketrec előtt állva is megértse. Így fog üzenni. És a legfeljebb, hát szegény Jani bácsi nem ezen a szinten van, mert Jani bácsi az bölcs és okos. Tehát csak van ez a buta anekdóta. Ez egy szellemi magatartás mintázat. Ezt inkább az akadémikus Jánosra kellene mondani, mert körülbelül inkább azt a mentalitást képviselte. Lehet érzékelni, itt a Jánosságnak van döntő szerepe. Na most, ha a magyar Szent Koronával valaki szembeállva tájékozódik, az apostoli hierarchiából, ki az az apostol, hogyha szembeállunk a magyar Szent Koronával, hát gyakorlatilag csak egyetlen egy apostolt lehet szembenézetben látni. Tehát eredetileg 8 apostolképpel kellene számolni, és gondoljuk végig, ha én szembeállok a magyar Szent Koronával, a legnagyobb tiszteletet megadva neki, a Fiú és a Teremtő Atya között lévő keresztpánton egyetlen egy zománc kép mutatja meg az alakot, a személyt, a figurát teljes terjedelmében. János apostol. János apostol. Tehát ég és föld,
teremtés és megváltás között a Jánossága közvetítő. És ha nekünk a történelmünkbe így besűrűsödnek a Jánosok, és ráadásul az egyik megmenti a hazát, a déli harangszó azóta hirdeti, a másik pedig megjövendőli, hogy mi lesz veletek a világ végén. Hát ebben nem érezni fennköltséget, magasztosságot, valódi üzenetet, és ráadásul úgy viselkedne, mintha nem is lenne, hangsúlyozom, ne csodálkozzunk, hogy rugdos bennünket a világ. Mert van sajnos miért rugdosni. Csak mi úgy éljük meg igazságtalanul, hát mert nincs nyílt okokozati összefüggés. De a legtöbb támadási felületet érthető, hát minden területen mikor hagyja az ember magában. Amikor a legkevésbé sem mozog önmagában otthonosan. Amikor félelmei vannak, görcsei vannak, amikor már tényleg, hogy úgy mondjam, egy kicsit nehéz helyzetben van. Na most ezután, hogy még egy kérdést felteszek, ez egy kicsit más irányba megy, de nagyon fontos. Még mi az, ami összeköti ezt a hat embert? És hát Szent Jánossal, az evangélistával, az apostollal és a Apokalipszis könyvének szerzője, ez a szabályos hetes rendszer. És az ember megnyugszik, de már ott van a keresztelő Szent János. Tehát lehet érzékeny, hogy kozmikus lesz ez a rendszer, üdvtörténeti nagyságrendű, és motoszkál benne egy hetesség. Most ahol hetesség motoszkál, tehát hetes szerveződésű az üzenet, ott egy biztos, nem megnyugtatni fognak, nem lecsitítani, visszafogni, hanem képességeket mozgásba hozni és dinamizálni. Miért? Mert a hetes szám nem azért szent szám, mert szent szám a hét, hanem azért, mert a mozgásnak a száma. Tehát földről nézve, ha én állok a földön, nézem és még tehetek is róla, szabad szemmel egy emberöltőnyi idő alatt én hét vándorló égitest pályáját tudom nyomon követni. Tehát hetes az mindig a mozgást fogja jelölni. Na most, ha hetesség megjelenik, akkor ott mozgósító erő van. Ha valakit Hunyadi János őstette nem mozgósít a haza szeretete és az emberiség szeretetének irányába, akkor ott már nincs is mit mozgatni. De akit Vitéz János szellemisége nem kezd el érdeklődővé tenni, nem kap valamilyen inspirációt, és érzi az ember, hogy ezek nem magukban voltak óriások. Hát nyilván Szapolyai János személyesen nem ismerte Hunyadi Jánost és Vitéz János. De mi az, ami ezt a hat embert, tehát még egyszer elmondom, Hunyadi János. Hát Kapisztrán Szent János tulajdonképpen ebbe a csapatba tartozna, de most úgysem ezt az utat járjuk, tehát őt most nem fogom megemlíteni. Meg minden János tulajdonképpen benne avattak szenté. Tehát minthogyha Hunyadi Jánost egy szemébe, Kapisztrán Szent Jánosban avatta volna szenté a világ. Tehát gondoljuk végig, a Nándor-Fehérvári diadal révén ők úgy egyben nőttek, holott nem is kedvelték egymást. Holott Hunyadi János egy szóval nem írja le, hogy Kapisztrán ott volt a seregre. Igen ám, de az utókornak a kegyes üdvtörténelmi emlékezete, az nem kiigazít és összebarátkoztat. Hát nektek nem az a feladatod, hogy a bástyán álljatok és naponta puszilgassátok egymást, hogy mi ugye milyen két jó János vagyunk. Nem az, hogy az utókor érzékelje. Az egyik ugyanannak a Jánosságnak egy világi, hát hadvezérről van szó. Abban a korban hadvezért már nem avatnak szenté. A másik is hadvezér, mert ott van a hadakban. A pornépet a száván, a túloldalról kiviszi át a másik oldalra, és söprik el gyakorlatilag a szultáni sereget. Lehet, hogy ott sem volt egyébként. Egyébként ott volt. De milyen Kapisztrán ment elől? Hát nem sereget vezetett? Tehát van egy hatalmas nagy dicsőség, ahol Hunyadi János megkapja a glóriát, de ezt a glóriát csak Kapisztrán Szent János személyében tudja az utókor neki odaadni. És ezért mind a kettő a nagyra becsülésünket nyilván megérdemli.
Tehát visszatérve, hogy miért nem szerepel kapisztrán. És gondolom érzékeny, hogy Jánosok tanulnak egy bizonyos korszakban. Hát ki a népmesék hőse? Nem is részletezem, hangsúlyozom, ez üdv történelmi szintű kor. Tényleg csak a vak és a világtalan nem lát itt semmit. A vak, ha van belső fénye, pontosan látja, mert belül nagy csodák vannak, de az, hogy valaki kifelé úgy hiszi, hogy lát befelé, pedig nem észlel semmit, hát ez az igazi nagy vakság sokszor. Tehát mi az, ami közös bennük? Megmondom őszintén, amikor értesültem, mert az ember hát olvasgat. És engem a családtörténetek soha nem hoztak tűzbe. Tehát kikinek a rokona, boldog őse, tehát van egy olyan szint, amilyen szintnél tovább már engem úgy különösebben nem érdekelt. Tehát vannak családvakutatók. És kiderül a következő. Vitéz János, Janus Pannonius és Hunyadi János. Vérrokonok. Tehát még egyszer elmondom. Tehát a Szilágyi család és a Garázda család, hát ez most különös bizarr néven hangzik, tehát így hívták a Vitéz Jánosék felmenői, hát tulajdonképpen ezek rokonságot alkotó családok voltak. És hát van Korvin János. Tehát lehet érzékelni, itt minthogyha a nemzet vérében szólalna meg egy fölötte, mögötte, benne lévő hatalmas nagy erő, amit Jánosság passiójának nevezünk. Tehát megszólal. Tehát ez vezérli őket. És kiki a saját személyes adottságain belül egy tökéletes Jánosságot valósít meg. Na igen ám, de ezek alapján Korvin János, hát miért? Hát ő Mátyásnak a fia, Hunyadi János volt az ő nagyapja. Tehát ugyanúgy ebbe a vérségi kötelékbe tartozik. És hol mondja az ember azt, hogy hát jó, hát idáig eljutottunk, és remélem a társulatnak nagy többsége azt mondja, hogy mi ebben az érdekes, hát ezt tudtuk. Hát ez egy közhely. Tehát amikor még Janus Pannonius családtörténetéről, Vitéz Jánosról megjelenik valami, mindig írják a bevezetőkben. Ugye a Hunyadi család és a Vitéz család, ezek tulajdonképpen vérrokon családok voltak. Szapolyai János. Na most, ha így hozom fel a kérdést, akkor lehet valamit tudni. Ő is ebbe a vonalba tartozik. És mindenki, aki Mátyás sorsával, történelmi szerepével foglalkozott, történetírók. Tehát Frakmai Vilmostól kezdve mondjuk Bajcsi Zsilinszky Endre. Most azért gondolják, Bajcsi Zsilinszky Endre. Nem elég, hogy mártír halált hal, még könyvet is ír Mátyás királyról. De nem azt kívánom a politikusoknak, hogy halljanak mártír halált, de azért gondoljuk végig. Nem is olyan régen. Egy politikus nem azt jelentette, hogy szinte bizonyíthatóan semmit nem tud saját országáról, lényegi szinten, hanem azt jelentette, hogy művelt ember volt. Bajcsi Zsilinszky Endre. Ez az egyik legirodalmi olvashatóság szintjén, tehát valaki Mátyással meg akar ismerkedni, hát az a könyv, amit az ember elkezd olvasni, és aznap nem tudja letenni. Mert ízes nyelvezettel van, és végig tudományos alapozottsággal, akkor Dümmert a két Hunyadi munkájára gondolom, Teke Zsuzsának a Hunyadiak művére, tehát vannak újak, aztán különféle tanulmányok, emlékkönyvek Mátyásról. Gyakorlatilag mindenhol felmerül egy kérdés. Szapolyai István és Szapolyai Imre, ezek tulajdonképpen kik voltak? De kik voltak? Mert Mátyás egyből a legmagasabb szintre emeli őket, még nincsenek is érdemeik, vagy legalábbis mi nem ismerjük. Hát Szapolyai Imre már Bosznia királya, Jajc elfoglalása után, vagy helytartója. Tehát külön bánságot létesített, boszniai bánság cím szóval Mátyás király, és rögtön az élére Szapolyai Imrét helyezi. A bécsi hadjáratokban pedig Szapolyai István játszotta a főszerepet, a másik testvér. Szepesi várba, vagyis a szepesi nagy templomba elmegyünk, hát a két testvérnek a sírkövét egymással szembe felállítva lehet látni. Na de miért hozza az ember
elő ezt a históriát. Mert amikor a Szepesi várban megszületik Szapolyai János, az akkori leírások szerint a kis csecsemőt, nyilván nem óriás, édesapja feldobja a magasba, és azt mondja, ha lehetne már most Magyarország királyának, tennélek téged. Na most ki lehet Magyarország királya ezekben az időkben? Akárki nem. Tehát valamilyen származási kötöttséggel, akár csak oldalági szinteken is, de mégiscsak rendelkezni kell. Mi ez a származás? Ez már leányágon a turul nemzetséghez kötődő vérségi hozzátartozás. Akkor ki volt Mátyás király? Ez csak Magyarországon és az utóbbi 50 évben, hát valószínűleg a Vörös Unió internacionális eszmefüzérének keretében, hogy szeressük egymást gyerekek, meg a nagy ökumeniké világtörténelmi szinten, hogy Mátyás román volt. Hát egy román nem is létezett abban a korban. Havasalföld pedig, ha abból indulnak ki, Kumánia volt. Ez pedig mit jelent? Kun. És ha tényleg van ott egy Vajk nevezetű kenéz, akkor megköszönhetjük neki, mert a Vajk az nem olánév, ráadásul a Vajk nem román név, ami akkor még történelmileg ilyen módon nincs is, hanem végig a kun magyar etnikai vonalon legkorábbi időkben már mint név és fejedelmi név volt. Ehhez képest ismerjük ezt a vigyorgó, alantas, összekacsintó, a nagy ökumenikus összekacsintás az igazság rovására. Hogy hát azért ő is román volt. Hát béküljünk. Hát megbékülni nem azért kell, megbékülni azért kell, mert meg kell az igazság mentén békülni. És azért Mátyásról lehetne tudni, hogy ő maga kit tekintett nagyapjának. Jelentkezzen az, aki a kortársi leírások alapján olyan forrást talál ellenségektől, hogy Mátyás hazudik. Még halálos ellensége is, akit őt nem szerették. Egy dolgot nem vonnak kétségbe, a szava hihetőségét és az igazsághoz való páratlan hűség ragaszkodását. Hát most, hogy nincs a világban, és minden körbe van maszatolva, hát azt gondoljuk, hogy nem így gondolkodtak 500 évvel ezelőtt, hát még 50 évvel ezelőtt sem. Ez volt az általános menetrend. És bizony a hagyományok szerint Hunyadi János annak köszönheti felfutó pályáját, hogy édesapja, édes gyermeke, de törvénytelen fia volt. Ki volt az édesapa? Zsigmond Magyarország királya. És mivel Zsigmond három vérből, harmadik Béla egy lányának, negyedik Béla két lányának ágán származott az Árpádházból, ezért Nagy Lajos halála után Mária király, mert ő királyi rangban mindig uralkodott, Nagy Lajos lánya, de halála után már az ország Zsigmondot emeli fel. Na de miért? Nem azért, mert luxemburgi volt, hanem azért, mert leányágon, mert a férfiág 1301-ben kihal, hát valamit mutatni kell. Valamit mutatni kell. És mert nemes a világ, általában az emberek tudták, hogy ki kinek a leszármazottja. Ilyen világ. 100 évvel ezelőtt azok az atyafiak, akik csak 7 elődjüket tudták felsorolni, nemzedéket, őket hogy tartottak számon? Ez nem csak arra volt érvényes ez a mondás, de egy kicsit rátartibb ember azt mondta, hogy jött-ment. Gondolj végig, ha véletlenül valamelyikünk a dédapja nevét kapásból tudja. Tehát 7 nemzedék. Hát ez olyan... Most kapaszkodgat. Tehát tudták, hogy ki honnan jön. Na igen, ám amikor Szapolyai feldobja a kis csecsemőt, és azt mondja, már most Magyarország királyává tennélek, hát megmondom őszintén, hogy én mindig arra a hercegnőre gondoltam, akit Szent Erzsébettel tartottak vérrokonságba, hogy hát nyilván Szent Erzsébet lányán keresztül
És hát a Szent Erzsébet lányától, mondjuk Szapolyai felesége, Tesfeni hercegnő, igazi néhány évszázad eltelik, de legalább van ott valami mutatvány számban. És ez azt jelenti, hogy a kor számon tartotta. És megmondom őszintén, én erre gondoltam, hogy jó, ez is éppen elég. Hát gondolom, tudjuk, Szapolyai Jánost végig királynak nevelik. Végig. Ott van Ulászló, ott van második Lajos, és mindenki tudja, hogy Jagellók kimennek, ki lesz az ország királya. Szapolyai János. Csak hát őt is úgy bemártották abba a nagy vegyületi szabba, abba a semmitőbe, abba a kicsinyítőbe. Lehet, hogy néha talán meg is érdemelte, de hát a kor kortársaihoz képest ezek mind óriások, és Szapolyai János is. Horré Benedictus, egy második Lajos is. Tehát ezek nem a saját koruk kortársai azokban az időkben. Messze kimagasnak. És ezt a kortársak ismerik el. Csak hát nekünk trianoni történeti írásunk van, trianoni után is. Hát azért a határokat valamilyen történelmi alapozottsággal, hogy úgy mondjam, meg kell szilárdítani. És ezt kellene érzékelnie a pedagógus értelmiségének. Tehát pedagógus értelmiségi szegény annyira hozzá van a mindennapi terhekhez kötve, akkor ne menjen pedagógusnak viszont. Hát jó pap holtig tanul. Ha nagy konferenciák voltak, mert voltak ilyenek, én is vettem részt egyben, kettőben, és mindig a szervezők mondták el, hogy direkt történelem tanároknak szervezték. A termek mindig általában tele voltak, de direktbe általában mindig kihiányoztak. Hát itt van a probléma. Hát ez hivatás. Ezt szeretni kell, ebben állandóan képeződni kell, és aki nem hiszi, járjon utána. Tehát hivatásnál nem lehet arra hivatkozni, hogy az értekezlet, a tanárika, a rossz a hangulat, meg otthon is teljesíteni kell. De úgy alakítják ki a világ alakulását, hogy én is érzem, hogy ez mentség, csak képzeljük el, hogy az orvos nem jön ki, mert azt mondja, hogy most olyan nyomott a hangulat az értekezlete, ne haragudjon már. Hát tanító, az hivatás. Az hivatás, az nem szakma, nem foglalkozási ága maga mai nevében, az elkötelezett hivatás. És hát ahol nincs hazaszeretet, ott kérdezem én, hogy miért akar történelmet tanítani. Itt azért egymáshoz tartoznak dolgok, mert nem szabad elfogultnak lenni. Na most képzeljük el azt a gyereket, hogy érthető legyen, mert hülyítenek bennünket. Ott van az apja és az anyja, ránéz a gyerekre, én nem vagyok elfogult szülő. Na menj be oda azonnal. És így kezdem el oktatni a gyereket nevelni. Ilyen blazérképpel. Na mi volt az óvodában? Iskolában? 7 óra lefeküdni, aludni. Egészséges lesz ez a gyerek? Elhűl. És akkor finoman fogalmaztam. A szeretet az nem a megalkuvás. A szeretet az nem félrenevelés. A szeretet az igaz ismeret átadásának egyetlen hatékony eszköze. És ha egy nép nem szereti magát, akkor mit fog átadni? Önutálat. És az önutálatban felnövekvő nemzedékek pedig, hát végzetesen nagy kárt tudnak tenni egy jövendőben. Közben látom az időmúlását is, nálam 20 van. 7 óra 20. Annyi? Jó. Akkor lezárva, mert mindjárt a végére érünk, néhány idézet. De most léptünk egy nagyot, visszamegyünk Janus Pannonius és Vitéz János korához. Egy világképet fogunk megvizsgálni. Hát van egy kiváló szerző, Kardos Tibornak hívják, ő már régen meghalt. És hát, hogy milyen életpályák vannak, a magyar humanizmus koráról írt könyvét 1955-ben írta. Akkor jelent meg. Most azért gondoljuk végig. Olyan korról írni, ahol tele van minden szellemi szabadsággal, tele van minden vallási elkötelezettséggel,
És hát tele van minden egy isteni világlátással, vagy legalábbis hát egy magasztosabb világlátással. A kor pedig ateista, materialista, kirekesztő, szélsőséges, és hát üldözi a gondolatokat. Hát szegény a könyvében, hát gondolom ezért nem nagyon adják ki újra, de azért ki lehetne, mert még mindig tartalmasabbak, mint amelyek a témakörben úgy általában napvilágra szoktak kerülni. Miért? Mert a régieknek van egy óriási helyzetű előnyük. Nagy műveltségűek voltak. Tehát én, amikor gyerekkoromban hallottam például ilyeneket, akkor az ember arra gondolt, hogy jó, hát magyarázzák a bizonyítványt, és bizony be kell látni. Ezeknek volt műveltség. Meg volt alapozva a műveltségük. És hát neki is meg volt alapozva a műveltsége. És olyan adatokat tesznek közzé, mert hát a maiak, most így fogalmazok, maiak, úgy fogalmaznak, amit az egyetemen megismernek, aztán most már van még egy kis pezsgési lehetőség, fölmegy az internetre. És azzal befejeződött a tudomány. És ami nincs az interneten, meg amit egyetemen nem hallott, az gyakorlatilag nincsen. Na de kicsit korábban, néhány emberöltővel előtte egy átlag tanár polihisztor volt. Tehát még egyszer elmondom. Egy átlag tanár ott kezdődött, hogy mindenhez értett. És milyen szinten értett mindenhez? Hát nagyon magas szinten értett mindenhez. Hát azért gondolom érzékeljük, ezek nem utolsó szempontú, hogy úgy mondjam, adottságok. És Kardos Tibor, hát nem azt mondom, hogy ő polihisztor volt, de sokkal több adatot publikálnak korábbi művek, mint az újabbak. Az újabbak hihetetlenül elszegényednek. Körülbelül olyan, hogy ma a rádióban nem lehet másról hallani, mint a forint árfolyamáról, hát úgy is lehet tudni. Hát most kérdezik, boldogan jelenti, hogy most felment. Sírva mondja, hogy most lement, kb. 10 forint ingáson belül. És lehet tudni, hogy ez tulajdonképpen ez most így fog cikázni jó darabig. És hát mesterséges gerjesztés és gerjedelem az egész. Tehát nem attól megy fel, hogy mi jót aludtunk, és egymással kedvesek voltunk, hanem valaki most így csinál valahol tudtunk nélkül magának nagy üzlet. És nem attól megy le, hogy mondjuk áll valaki a busz megállóba és eldobja a csipket, és a forint árfolyama azonnal lemegy. Hanem betyár ura még kalandozgatnak és kalmárkodnak a világban. Na most sokkal több adat jelent meg, és olyan dolgok jelennek meg, ami 55-ben, hangsúlyozom, 1955-ben még leírják. 50 év eltelik, mintha nem is létezne. Na most, az egyik az így szól. Mert most már tényleg, akkor jövünk a főcsapás irányon. Kiváló csillagvizsgáló, na most tudni kell, hogy három nagy csillagvizsgálóról tudunk. Az egyik Budán volt, a másik Esztergomban, a harmadik pedig Váradon. Na most a mai esztergomi várhegy sok mindenre alkalmas, de teljes csillagászati vizsgálatokra és mérésekre nem alkalmas. Mert az égboltnak bizonyos tájait magas hegyek takarják ki. Na most, ha Esztergomban a várhegy tetején Vitéz Jánosnak csillagvizsgálója volt, akkor ez mit jelent? Az, hogy ez egy magas hegy tetején kellett, hogy legyen. Ennyit jelentett. Hozzáteszem, se többet, se kevesebbet. Hát hangsúlyozom, attól, hogy mi feljebb mutatunk, vagy akár a Duna túlsó, hát ez ugyanaz a táj. Te gondolj végül, amit én szabad szemmel belátok, hát az nincs irdatlanul messze. Hát ma annyira a gondolkozás, a látókép be van forma, megnézem, hogy hol van az Esztergom tábla a felirat, és azt mondom, itt van Esztergom. Na de mi van, ha kívül van a régészeti lelet? Hát még szerencsém, hogy egy horvát istenemből nem csinál egyet, mert tudja, hogy ez végig egy Esztergom térségéhez tartozó a Szamárhegyig bent a Búbánat völgybe.
Tehát még mind Esztergom, hogy úgy mondjam, tagozatokként tartották minden irányba, közelségben. Kiváló csillagvizsgáló, melynek mérőeszközei, műszerei olyan pontosak voltak, írja Kardos Tibor. Magyar Humanista Kor című könyvében. Ezt azért olvasom fel, mert az ember saját szavaival is el szokta mondani, és akkor így megoszlanak a dolgok, hát sokan arra gondolnak, hogy na, adatolni kellene, nevezze meg a forrását, mert hát, mint tudjuk, mindenkik nézhetik a csillagos eget. Eszkimó tájékozódhat a csillagos égből. Ausztráliai benszülött. Na most itt érzi az ember, hogy itt valami tényleg van. Az ausztráliai benszülötteket a hivatalos folklorizmus, és hát a hivatalos embertan. És akkor ez nem kirekesztés, ez nem rasszizmus. Úgy le, ma már nem, de mondjuk pár évtizeddel ezelőtt, hát meg kell indokolni, hogy miért írtotta ki őket a művelt betelepülő. Hát mert nagyon műveletlen volt, mert szinte állati létet éltek. És akkor olvassa valaki a szakjelentést, kiírtanak több millió benszülöttet. Miért? Mert a kengurút a betelepülők nem tudták háziasítani. Ez tényleg így volt. Tehát szerencsétlen benszülöttet cselédnek akarták, nem ment. Kengurút be akarták fogni, nyilván fejni akarták, akkor patkolgatni akarták, akkor teherszállításra, teljesen nem tudták. Tehát kiirtották területeken a benszülötteket, velük a kengurukat. Most a kenguruk azok szaporodnak, mint a nyulak, tehát jól el vannak, tehát egy ilyen érte. De a benszülött az nem szaporodik. Tasmán sziget. Teljes állatállomány, teljes emberállomány a déli óceánban. Egy évtized alatt kiirtották. Brüsszelben van valami megemlékező bizottság. Hát indiánokkal mit csináltak? És ezek szövegelnek éve. Ember tényleg úgy érzi, hogy na, vagy a világ csavarodott be, vagy a végítélet késlelkedik, de itt már tényleg mindennel óriási nagy probléma van, és erkölcsi probléma. Na de kiderült, hogy a benszülött ausztráliai törzsek hihetetlenül magasrendű csillagászati ismeretekkel rendelkeztek. Most gondoljuk, hogy ausztrál benszülött nézheti a csillagos eget. Hopi indián nézheti a csillagos eget. Delaware indián, hát akkor, hogyha a tomahawkot nem hajítja egy betelepeshez, akkor nézheti ő is a csillagos eget. Tulajdonképpen mindenki nézheti a csillagos eget, kivéve egy nép. Neki nem lehet ilyen irányú gondolata, észrevétele, megállapítása, sóhaja. Tehát ha a napot ábrázol a pásztorkészségen, az nem a nap, mint égitest, hanem nemzetközi vándormotívum. Ami mondjuk a barokk korszakban udvarokból a csipkézés mentén csipkéződött oda. Tehát észveszejtő. És hát elmondják az ausztrál benszülöttek, hát bizony van az a fényes út, ez a tejút, és ennek a tejútnak a közepén, vagy központjában, ha az ember nem ismeri a csillagos eget, akkor itt adódhatnak problémák, mert a nyilas, vagyis a lócsillagkép irányában van a tejút központja. Most gondoljuk végig, a tejútban van 100-200 ezer csillag. A naprendszer és a tejútrendszer egyik karjában van. És ami a tejútrendszerben van, a mi tejútrendszerünkben, tehát mi, ha kimegyünk a szabad ég alá éjszakánként, akár nyár van, amikor részletgazdagabb, telítettebb, akár tél, mint most. Én most inkább a tejút egyik karjának a szélét látjuk, de mindig csak egy részét látjuk a tejútrendszernek. Most képzeljük el, ha az egészet látnánk mondjuk felülről. Tehát van egy központi mag, ebből spirálkarok, és a csillagtömegek alkotják ezeket a spirálkarokat. Na most, ha a naprendszeren belül a nap lehet Földön is életet köszönni, akkor képzeljük el, hogy mi lehet a tejút központjában, hogyha ennyi napnak, mint a mi napunk is, életet, erőt, energiát tudott adni, mert onnan jött ki. Na most azt mondják ott lent
az ausztráliai bennszülöttek, hogy a tejút közepén lakik a Teremtő Isten, tehát nem azonosítja a tejút közepét, vagy a tej, ott lakik. Hát nyilván egy erő megnyilatkozás, az a hallatlan teremtői világot létrehozó energia, közvetlen kozmikus környezetünkben, direktben, onnan érzékelhető. Nem azt jelenti, hogy vele kell azonosítani, de egy fiúi szerepkör szól justíci, inkább annak vidéz meg, egy atyait inkább ez a központi erőhatás. És ott most figyeljünk. Hát amikor én először olvastam, hát először dőltem erre, utána dőltem arra. És aztán megfogadtam, hogy én most már csak bennszülött népek hitvilágára vonatkozó könyveket akarok olvasni. Következőt mondják. A Teremtőnek van egy fia, de a fiú pontosan ugyanúgy néz ki, mint az ő atya. Nem öregedtek meg, mind a ketten ugyanabban a korban vannak. Na most gyors kérdés. Ezeket lehet keresztény hitre téríteni? A Teremtő és a fiú ugyanúgy néz ki. Hát mit mond Jézus? Amikor kérdezik őt, hogy hol az atya, mutasd meg nekem az atyát. Mit mond Jézus? Aki engem lát, az atyát is látta. Én és az atya egyek vagyunk. Ezért éppen ezekig az évszázadokig a Teremtő atyát csak fiú képében lehetett keresztény hitvilágon belül ábrázolásokon megidézni. És ez egy alapvető, hogy úgy mondjam, sajátosságok és tudnivalók. Na most gondoljuk végig, hogyha egy primitív bennszülött nép, hát nem nehéz mi, mert nincs mozi, nem mennek moziba. Tehát akár tetszik, akár nem, minden éjszaka látja, hogy mi van fölötte. És pontosan tudja, ha én tudni akarok közlekedni olyan területeken, amik kicsit alámesnek, akkor mint a mennyben úgy a földön. Tehát ha én innen oda akarok menni, nem így nézem meg az utat először, hanem először így nézem meg az utat. És ha megnéztem így, akkor még alaposabban nézem meg így, és csalhatatlan biztonsággal fogok elmenni. Miért? Mert már van egy belső-felső vezéreltségem is. Hát én is tudom, hogy innen oda szaladok, és ott a fal. Nagyon egyszerű oda jutni. Na de ha oda is akarok jutni, ahova el akarok érni, akkor először mindig fölfele kell tekinteni. És ezt a fölfele tekintést valahogy most nem hozzák divatba. Hát éppen ezért 3 másodperccel előre ma nem lehet tudni, hogy mi fog bekövetkezni. Régen egy primitív indián törzs, ha valamilyen döntést hozott, ezt még Jung is leírja. Elmondják a törzs vezetői. Tehát egy egyszerű palántát ültet. Vagy elvernek egy gyereket mondjuk. Ezt csak úgy mondom. Tehát nem magasztos dolog, hétköznapi dolgok. Soha a döntést olyat, hogy 7 évre előre a következményeit ne látnák előre, nem hoznak. Inkább nem döntenek. Akkor feltesz az ember egy kérdést, ki a primitív itt? Melyik kor az előre látó? Hát nincs horizontunk már olyan módon, hogy jövőkép a horizont irányában. Hát az nem jövőkép, hogy 3 forinttal feljebb megy a hírekbe, 4 forinttal lejjebb a következő hírekbe. És közben nem tudja az ember, hogy még befejezi a mondatot, van-e kívül világ, mert bármikor bármi bekövetkezhet. Tehát kiderül, hogy a középkor végén a csillagászatnak, az egyetemes csillagászatnak a központja itt van Magyarországon. Honnan tudjuk, majd látunk erre példát. Hát régen a csillagászati katalógusokat nem Greenwich időre állították össze, de nem is Párizs, de nem is Moszkva, hanem a budai és a váradi körre adták meg bárhol, ha valaki Londonban csillagászként bolygóállásokat megadott, akkor azt nem a londoni délkörre adta meg, hanem hát volt egy európai szabvány, Várad,
És akkor az ember meghökken. Hát mi azt is tudjuk, hogy a várad mit jelent. És ez a várad, ez kinek a vára? Hát a várad a magyarul nem csak egy helyet jelent ott valahol, hanem, hát ez közhelyszerű a Szent László kutatásban már. Várad, mondjuk ki magyarul. Te várad. És Szent László váradot kinek a tiszteletére alapítja? Szűz Mária tiszteletére. Na a Szűz Máriának milyen a palástja úgy általában? Hát még Mária Nosztrára is úgy hát megyünk. Ott vannak a csillagok, ott vannak az égi testek. Tehát amikor én tájékozódni akarok, akkor nem már tudni, hogy keresztény tájékozódás az nem azt jelenti, amit az utóbbi évtizedekben próbálnak propagálni. Hát nézzük meg, egy Mindszenti József hogy tájékozódott, csak népi nemzeti ügyekben. El nem tudom ma képzelni, lehet, hogy ez egy rossz beidegződés, hogy egy mai érsek ennyire szívén veszi a magyar népnek a sorsát. Tehát én leírom Mindszenti beszédeit, és odadom a szomszéd plébánosnak. Ki fog tiltani a templomban? Miért? Hát szélsőséges vagy, fiatal barátom. Hát így nem lehet. És akkor ember akkor úgy bekapcsolni egy magnót, hogy és ez a hanga, ez nem ismerős valahonnan? Hát nem középkorból szólal meg. Tehát itt az utóbbi évtizedekben tényleg nagy problémák történtek. Tehát kiváló csillagvizsgáló, amelynek mérőeszközei, műszerei, tehát ő a budairól beszél most. De ugyanez áll az esztergomira is. Kiváló csillagvizsgáló, amelynek mérőműszerei, mérőeszközei olyan pontosak voltak, hogy még évtizedek múlva is ezeket másolják a hazánkba elvetődött külföldi tudósok. Nem mulaszthatjuk el annak megemlítését, hogy a csillagvizsgáló műszereinek nagy pontosságában nem kell okvetlenül olasz mesterek kezét látnunk. Hát ma már ilyet. Amikor olasz, a német az precízebb, de hogy érthető legyen. Egy úgynevezett humanista tájékozottságú, akadémikus felkészültségű tudós még 50 évvel ezelőtt még azért lemer olyat írni, hogy nem onnan jött valami ide, hanem itt volt, és onnan jöttek ide azt megcsodálni, megnézni, megtekinteni, ami itt volt. Magyar bronzöntők, vaskovácsok, rézművesek és főleg ötvösök ragyogó teljesítményeiről messze földön híresek voltak. A csillagvizsgáló acél és főleg rézműszerei alkalmasint az ő művük. Hozzá kell tennem, hogy még a 17.-18. Századból is, ha Európában valahol felbukkant egy csillagászati műszer, amit hát most saját szavaimmal a képregény vagy a regényalkotás útján próbálok érzékeltetni, mondjuk az illető meg akar tőle szabadulni, és el akarta adni, de hát úgy nem talált rá vevőt. Hogy oldotta meg? Ki írta, hogy budai, vagy esztergomi, vagy váradi, és abban a pillanatban elvitték. És még Kepler idején, ez második Rudolf, gyakorlatilag a csillagos égbolt csillagvizsgáló műszerei, a csillagos égbolt mozgását, hogy úgy mondjam, rögzítő efemeridák, táblázatok, ezek mind Vitéz János és Mátyás király ideje alatt Magyarországon született háztáblázatok, direkciós táblázatok, bolygópályamozgást jelölő táblázatok. Na most, idézetek. Georgius Purbach, hát most a latinos változatát mondtam, ő a kornak Bécsben élt egyébként, ő nem akart Magyarországra jönni, hívta őt Mátyás és hívta őt Vitéz János, és már nagyon öreg volt. És Vitéz Jánosnak írja a következőket, hát kicsit ez száraz lesz, amit ő most mond, de nem haszontalan. Az volt a törekvésed, hogy összegyűjtsd a matematikusokat, most tudni kell, hogy ekkor a csillagászok másik megnevezése a matematikus. Miért? Hát mert ki kellett számolni. Tehát nem úgy volt, mint most, hogy megnézem a
szupermodern telefonon, hogy éppen melyik bolygó hol van, vagy az interneten, vagy mondjuk egy efemeridában. És hát erre csak úgy közbevetőleg mondom, hogy Régio Montanusnak Mátyása azért gyűlt meg a baja, hát ő világhírű csillagász volt Régio Montanus, mind a mai napig gyakorlatilag egy csillagászat és űrhajózási szinten lehet használni az ő táblázatait. Tehát ezzel mindent elmondtam. Igen ám, de Mátyás hát nagyon, nagyon fontosnak tartotta azt, hogy az égi történések és a földi történések. És többször megfigyelte Mátyás király azt, hogy például a Mars pálya, a Mars bolygó pálya mozgásában és a földi eseményekben, amit Régio Montanus mond, hát nem mindig van megfelelés, hanem késnek az események. És miért? Hát mert nagyon kemény kiszámítani, még mai műszerezettséggel is, a Marsnak a pályáját. A legelliptikusabb pálya, tehát gondolj végén tojásdad alakban van a pályája, a legtöbb szabálytalanság éppen az ő pályaadataiban adódik, egyenetlenségek, és hát Földről nézve a Föld az gyorsabb mozgású bolygó, hát amikor mi beérjük, akkor úgy tűnik, hogy a Mars és a külső hátráló mozgást végez. És hát gondolom azt is tudjuk, hogy itt egyetlen egy foknyi tévedés, egyetlen egy foknyi tévedés mondjuk a pályaadatban. 10-20-30 éves csúszást jelent egy földi történet előrejelzésében. Hát ez nekünk most semmi. Na de hát nem mindegy, hogy én azt mondom, hogy ma este az megtörténik, vagy 20 év múlva, amikor nem is várom, egyszer csak beüt a nagy mennykő. És akkor történik meg. Tehát az előrejelzések, a jövendőlések pontosságában nem a világnézet volt elavult, hanem az, hogy még ma is rendkívül nehéz pályaadatokat kiszámítani ilyen műszerezettség mentén. Tehát az volt a törekvésed, hogy összegyűjtsd a matematikusokat, mert hiszen ők hozzák a bölcsességnek legnagyobb hasznot. Vitéz Jánosnak írja, aki akkor még váradi püspök. Főleg pedig azokat, akik, mint mi is, az égi változások biztos és kétségtelen ismereteivel rendelkezünk, vagyis kézzelfogható bizonyításokkal mutatjuk be a csillagok köreinek nagyságrendjét és helyzetét, illetve a táblázatok számaival és eszközeivel számítjuk ki azok mozgását. A te parancsodat teljesítve, szokjunk hozzá, a te parancsodat teljesítve. Tehát mekkora tekintély Vitéz János, még nem érsek, váradi püspök, hogy a világ akkori legnagyobb tudású csillagászai szinte kegyének tekintik azt, hogy ők Vitéz Jánostól, aki nem királyi családból született, egyébként nem árt tudni, hogy egy bizonyos ága, mert amikor ő érsek volt, akkor a pilisi csévi birtokait a családnak visszaszerezte. Miért? Hát mert innen indult a családja. Na most, ha ő a pilisi királyi központból származó családdal rendelkezik, és a család címeréből utalva azt mondják, hogy ugye Károly Róbert tájékán lendülhetett fel a családnak az első, hát újabbkori szerencsecsillaga, de aztán pillanatok alatt le is áldozott, és elveszítették ezeket a birtokokat. Egy biztos, mindenféleképpen az ország határain belül a legjelentősebb szellemi minőséghez tartoztak elődei. Tehát királyi központ van itt. Tehát ez azt jelenti, hogy itt a takács is a legjobb, a szakács is a legjobb, a mozigépész is a legjobb, királyi központ. Tehát itt nem kísérletezgetünk, hogy jó, megpatkoltad a lovam lábát, de a lovam lába leesett. Tehát nem lehet szórakozni. Hát egy szellemi vezető, nem, ma úgy, hát nemességnek a központjáról van szó. És innen származtak vitézék. Most ehhez képest, gondolom tudjuk, Szlavóniában szlavónnak tekintik, Horvátországban horvátnak tekintik,
És azok, amelyek itt megjelennek művek, úgy egy-két kivételtől eltekintve pedig annyira, erélytelenek, erénytelenek, és ilyen, hát jó, hát miért is lett volna magyar? Hát a magyar ott kezdődik, hogy merjünk kicsik lenni, hát tudom. Hát jó, magyarnak tartotta magát, de hát te is tudod, hogy ezek akkor magyarnak tartották magukat, holott nem azok voltak. Hát akkor ez volt a divat, de ezt most elnézzük neki. Na most, tudni kell, tehát, hogy mondjam, tehát tényleg vannak családi sors történetek, hogy azért képzeljük el, nem azt mondom, hogy elégtétel, de képzeljük el, birtokot itt elveszít mondjuk a dédapja, elveszít, és egyszer csak megérkezik az esztergomi érseki székre. Tehát ez azért úgy családtörténeten belül is egy kicsit olyan megtettük, mit megkövetelt a haza. Tehát összegyűjtöttem tehát, és egy kötetbe rendeztem az égi világító testek mozgásait, eklipsziseit, mutató táblázatokat. Most tudni kell, hogy ezt a táblázatot, váradi táblázatok, Rudolf udvarában Kepler még használja. Ez mit jelent? A nap és hold fogyatkozások előrejelzésének táblázata. Tehát gondoljuk végig, nem akárkik szerepelnek a korban, és nem akár milyen műveket hoznak létre. Alapjaikat pedig a váradi délkörre számítottam ki, ezért láttam jónak, hogy váradi tábláknak nevezzük őket. Jön a második, ez viszont Régio Montanustól származik, ekkor már itt dolgoznak Esztergomban, együtt dolgoznak, és Régio Montanus a direkciós táblázatok, bolygó mozgások, amelyek nehézségére utaltam, ez bizony nehéz, maga Régio Montanus is írja, hogy a csillagos égbolt vizsgálatai ezt a problémát úgy kerülik, mint a hajósok a szirtfokokat. Tehát itt szoktak zátonyra futni a dolgok. Tehát itt van az, hogy az asztrológus nem tudja megmondani, mi lesz holnap. Nem azért, mert az elképzelés az elavult és babona, hanem azért, mert ami itt holnap, az ott egy szögfoknyi távolság a csillagos égbolton. Na de hogyha nem tudom a pályaadatokat pontosan meghatározni, akkor nem tudok jövendőlni. Nem tudom megmondani előre, hogy mi fog történni. Amikor eléd, mint kemény és egyúttal éleszemű bíráló elő, leteszem fejtegetéseimet, most ebből lehet látni, hogy Vitéz János nem lehetett puha ember. Tehát őt Galeotto is azt írja róla egyébként, mint hogyha egy József Attila vers idéződne fel, Thomas Mann üdvözlését jelentő József Attila vers. Galeotto azt mondja Vitéz Jánosnak az egyik, amit neki ajánl művében, hogy ez egy olyan embertelen kor, hát bár most lenne olyan kor, hozzá kell tenni, és hát ők látják azért, hogy hol vannak a bajok és problémák. És azt mondja, hogy nagyon nehéz embernek megmaradni, és semmi más, szent atyám, én rólad nem tudok mondani, csak azt, hogy te ember vagy. Te vagy az ember. Itt az emberek között. Azért gondolom érzékeljük, az ilyen megnyilatkozások, ezek nem udvariasságok. Tehát Vitéz János korának erkölcsi és európai műveltséggel mérve a legnagyobb, a európai tudományos életben a legnagyobbak közé, de mivel a legnagyobbak csak azt tartották jónak magukra vonatkoztatva, amit Vitéz János is annak tartott, akkor mit kell mondani? Hát a legnagyobb volt Vitéz János. Tehát a mérce, tehát szokjunk hozzá ahhoz, divatos, hogy úgy mondjam, hasonlatnak tűnik, mert szép is ráadásul, mindenséggel mért magad. Tehát szokjunk hozzá, hogy a magyar történelemnek, művelődés történelemnek, múltnak bizony nyilván nem felel meg mindenki neki, na de akik megfelelnek, és bizonyítani lehet. Hogy egy tévejgő korszak értelmiségi világa nem itt akarja értelmét helyreállítani. Lennének példák, nem is tudnak róla. Miért? Mert nyakon öntik egy vallásos szószal, hogy Vitéz János pap volt, utána, mint hogy ez a szósz, amikor lemegy róla, nyakon öntik egy ilyen korhumanista szósszal, hogy közben meg babonáknak, asztrológiának hódolt. Aztán utána ez a szósz is lemegy róla, megint nyakon öntik valamiről, hogy az itt volt valami kis tudományos élet,
Tehát az, hogy egységes világkép, ahol mint a mennyben úgy a földön az alapszabály és a mindenséggel mérni magad, hogy ez a lényeg eszükbe sem jut. Hát részeket kiragadnak, és akkor így körbe cincogják. Na de, amikor eléd, mint kemény és egyúttal éles szemű bíráló elé leteszem fejtegetéseimet, azonnal inamba száll a bátorságom. Hát azért tudni kell, hogy innen majd többek között Rómába megy el Régio Montanus, és az a naptár, amit hanyadik Gergely, tehát a naptárreform idején, Gergely naptár idején javítást eszközölnek, kiderül, hogy Régio Montanus fekteti le az alapjait a naptári korrekciónak. Igen, nem csak gyorsan meghal. Most ebből, amikor valaki nagyot tesz, hibát korrigál és gyorsan meghal. Én nem azt mondom, hogy mindig gyanakodni kell, de az, hogy várnak majd 100 évet, és a 16. században történik meg a naptárreform, hát lehet tudni, hogy itt tényleg belenyúltak a darásrészekbe. És mi ez a darásrészek? Ki tudja, hogy most hanyadik évét írjuk a Jézus születésével induló világhónap időszámításán belül? Ki tudja? Kár, hogy nem 2012 van. Én nem azt mondom, hogy mondjuk sokkal kevesebb lenne, tehát még 300 évvel mehetünk vissza, és mondjuk 1710, tehát nem erről van szó. De hogy nem 2012 van, az talán eléggé biztos. Honnan tudjuk? Senki nem tudja, hogy honnan számoljuk valójában. Hát amikor kiszámítják, egy szkíta származású szerzetes számolja ki a 6.-5. században római pápának, Dionysius, majd eszembe jut. A déne Dionysius név az egészen biztos. Utána lehet naptártörténeti lexikonban nézni. Most azt tűnt fel az embernek, hogy használunk egy időszámítást, és általában senki nem tudja, hogy ez honnan van. Minden fő téren ott kellene lenni egy szobornak, mondván ő az a nagy tudós, akinek időszámítási rendszerét használjuk. Miért nincs főtereken ott szobra? Mert szkíta származású volt. Most a magyar szkíta származás népnek tekintették. Szkíta. Szilveszter pápa is így hívja Szent Istvánt, szkíták, hatalmas, dicsőséges király. A kérdés, Madinyi Jós ezt miért nem idézte? Ugyanaz a hiba, amit másokon számunk ért. A magyar népet pedig szkíta népnek hívja. Nem, hogy Badinyi nem idézi. Augusztus 20-án melyik ünnepi műsorban idézik a kortárs Szilveszter pápa magyarokra vonatkozó megállapításait? Jelentkezzen valaki, ha hallott, egyenesben lényeges Szilveszter napján. Tehát ez augusztus 20, ez különös szilveszter nem lehet, de szilvesztertől származó idézetet. Még csak véletlenül sem. De most így lehet történelemmel szórakozni. Tehát azt nem idézzük, és róluk pedig mindent elmondunk, amit el lehet mondani, mi olyan kenetteljes hangon mondták. Szent jog körmenetekre gondoljunk, közvetíti a televízió. Hát tényleg a könycseppek zubognak ki a tévéképernyőjén keresztül, amikor mennek ezek a szövegek. És lehet tudni, se eleje, se vége, csak tényleg egy ilyen szirupos ömlengés. De hogy ki volt Szent István király, ki volt ez a Szilveszter, mit jelent a Szent Korona, mit jelent apostol királynak lenni Európa kellős közepén? Szöveg, hát amikor Szent István felvette a kereszt, és ismerjük. Felvette. És akkor ki volt az apja? Keresztény volt. Ki volt Bulcsú? Keresztény volt. Ki volt Gyula? Keresztény volt. Ezek mind tények. Mivel temetkeztek Árpád magyarjai? Ereke tartó honfoglaláskori mellkereszt. Ez a hivatalos besorolása. Kihez imádkozik Árpád vezér a krónikákban? Teremtő Istenhez, Deus a neve. Nincs lábjegyzébe. Különben Árpád, bár jó ember volt, tele jó szándékkal, de Isten igéjét még nem ismerte magyarul. És akkor Dante címszó alatt kialakítanak neki egy ilyen tornácot a bugyor és az égi szféra között. Nem tűnik fel, krónikáink nem ismernek magyar gondolkozás, történelmi gondolkozás, 19. század végig nem ismer ilyen sűrű idiotizmust.
és azóta erősítik. Mikróba teszik be, vagy éppen jeges vagy az mélyhűtőbe, és akkor váltogatják. Ha kicsit odaég, akkor mélyhűtő, ha kicsit lefagy, akkor mikró, és akkor úgy el vagyunk. És akkor el vagyunk. Na, ha látom az időt, most akkor belegyorsítunk. Tehát egy régiomontanus, aki egy dalia volt, egy jó kiállású férfi ember volt, írja azt, mint egy gyerek tényleg, azt írja. Gondoljuk, hogy ma is használják az ő direkciós számításait régiomontanusnak. És ezt ajánlja Vitéz Jánosnak itt Esztergomban. Miért? Mert az itteni csillagvizsgálóban eltöltött évek bolygó pálya adat számításai alapján tudta megírni ezt a világra szóló művet. És hát kinek ajánlja? Nyilván annak, aki őt befogadta. Na de hogy ajánlja? Azonnal innamba száll bátorságom, ki tehet le eléd büntetlenül valamilyen új írásművet, lett légyen az illető bármilyen nagy tudós is, hiszen te olyan nagy bőségben vagy a tudományoknak, és amikor minden tudományos munka hallgatója vagy, mindent felülmúlod a műveltségeddel. Olyannyira, hogy azok, akik akik tanító mesterként járulnak eléd, bevallják, csak tanítványaid lehetnek. Tehát tanítómesterek, akik tanítanak, hogy járulnak Vitéz János elé? Hogy bevallják, hogy csak tanítványok lehetnek, és ez nem udvariasság. Tehát egy Borbak, egy régiomontán, minek, kinek udvarolgassa. Tehát ezeket tudni kell. Tehát nem arról van szó, hogy valakinél jót akar a kis kezdő lenni, és próbál ajánló levelet szerezni. Hanem arról van szó, hogy vannak tények. És gondoljunk Galeottónak a leírására. Most Galeottót mi úgy ismerjük, hogy nagyon szépet, nagyon sokat mondott Mátyás királyról. Nem tudjuk, hogy Mátyás miért tartotta őt itt. Volt többek között még egy oka. Nem csak jól írt, a kornak kiváló csillagásza volt. És először a kopernikuszi világképet matematikai számításokkal bizonyítva, először hol számítják ki, hol írják le. Hát ha így kérdezem, akkor lehet tudni. Szalkai László esztergomi érseknek megmaradt kisdiák kori Sáros Pataki tanulókönyve, ahol ő csillagászatot is tanult. Tehát ő még nem tudta, hogy esztergomi érsek lesz majd, és a Mohácsi csatamezőn fog meghalni. Gyerek. És 13-14 éves, amikor a Ptolemaioszi lecke könyv mellé leírja, a Ptolemaioszi azt jelenti, ami egyébként a legegészségesebb világkép, hogy mi vagyunk a központban, és körülöttünk van minden. Csak hogy nagyon sok mindent ez alapján nem lehetett kiszámítani. Már ókori csillagászok érzték, hogy a pálya adatokból nem ez következik. És kapaszkodjunk meg, a nap és a hold fogyatkozásokból sem ez következik. Tehát ez azt jelenti, hogy nehogy azt higgyük, hogy ezeket fel kellett fedezni, meg ki kellett találni. De az a kérdés volt, ami nyilván nekem nagyon magas, hogy nem elmondva, mert bármelyikünk el tudta volna matematikailag, hogy tudod bizonyítani, pályaadatok. Tedd le mellé a úgynevezett exakt bizonyítékot. És képzeljük, egy 13 éves gyerek elmondja, Ptolemaioszi világkép, földközpontú, de más elképzelések is léteznek. A naprendszer központja a nap, és a bolygók körülötte kerengenek. És szépen 13 éves kölök, vagy 14 vagy 15 éves érdemes utána járni. És matematikai bizonyítékot is adja. És kiderül, amit Amerikai Egyesült Államokban, mondjuk a humanista korral foglalkozó történészek mondanak el, egy ilyen interjúban én is beleszaladtam már, mint hallottam. Elmondja az illető, hogy miért szereti Mátyás korát. Magyarországon Mátyás évfordulókon soha nem mondják el ezeket. Ez volt a tudománynak olyan fellegvára, hogy itt, amit majd csak a következő évszázadban, mondjuk Kopernikusz
leír, hozzá kell tenni, hogy Buda és Fehérvár eleste utáni időszakban szinte közvetlenül, hát 100 évvel korábban Magyarországon már tanították és megfogalmazták. És a napközpontú világképnek bolygópályadatokkal többek között Galeotto volt az egyik leghíresebb csillagásza. Tehát hogy jelenik meg egy átlag honfi fejében Galeotto, egy ilyen kihízott, anekdótázó olasz, akit Mátyás nagyon megkedvelt. Hát az, hogy gyakorlatilag itt a kornak a legnagyobb koponyái vannak jelen. És képzeljük, hogy mi izgalmas Mátyás korában és Vitéz János korában. Hogy tudják viszont, hogy ezt a szemléletet visszatartani már nem lehet. De ennek a világ szemléletnek, ha egy erkölcsi féket kiiktatnak, vagy gátat áttörnek, érdekes módon nem emberiség javító nevelő lesz a hozadéka, hanem mindenestől pusztító. És hát ez a legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet most, mert lehet látni, hogy ki kell mondani. Tehát igenis, földközpontú a világunk, mert itt élünk a Földön. Naprendszerhez viszonyítva, tehát ha kívülről nézzük, akkor viszont a Föld is a nap körül kering. Igen ám, de ezt a felismerést nem lehet, nem szabad kijátszani a földközpontú erkölcsileg megalapozott világképpel. Onnantól kezdve azt tesznek a Földdel majd, amit nem röstelnek, ha ezt ki fogják játszani. És itt óriási, szó szerint világdrámák pár 10 év alatt így futnak le. Tehát ki ne csodálhatná, csak tanítványaid lehetnek, tehát akik tanítómesterként járulnak eléd. Ki ne csodálná a te mérhetetlen bölcsességedet, amelyen egész Magyarország kormányzása fordul meg. Tehát most már tényleg gyorsítom, de be kell látni valamit. Vitéz János miért tartotta ennyire fontosnak a csillagászat tudományát, asztronómiai, mert látjuk, itt szó nincs még asztrológiáról. Ezek mind olyan asztronómiai jellegű csillagászati tudományos felismerések, számításokat, amelyeket a mai csillagászok is asztronómiai szinten és űrhajózási szinten is használnak. Na igen ám, de nem azért vajudnak a hegyek, hogy egereket szüljenek. Tehát miért fontos ennek a kornak ennyire, hogy megtudjuk, hogy mi van fönt? Mert tudjuk, sejtjük, hogy mi vár ránk abban az irányba. Tehát csalhatatlan pontossággal akarják a világ sorsát, hogy úgy mondjam, a jó rév irányába kormányozni. És ezen belül pedig a magyarságnak az életét. De a problémát mi okozza ezen túl, és ez már tényleg a gyorsított menet, hát a világkép. Janus Pannoniust idézem az egyik verséből, és gondolom tudjuk, hogy amit Vitéz János, hát róla a levelek elég sokat vallanak, és pontosan fogalmaz ő is. De az a világkép, amit képvisel tulajdonképpen Vitéz János, azt a költészet szintjén, na de milyen szinten? Vitéz János mellett lévő testvér, unoka, öcs, tehát Pannonia János, Janus Pannonius legkisebb, egyszerűbb versét sem lehet lényegében megérteni. Meg lehet úgy érteni, jaj, de szép. Milyen szép, hogy télen nyílnak a mandulafák. Tényleg megejtő. Csak van egy probléma. Ha nem ismerem a csillagos égbolt törvényeit, a mindenség kozmológikus nagyságrendjét, az álló csillagképek állatövi körét és a bolygópályákat, Janus Pannonius műveinek megértésétől nyugodtan búcsút lehet mondani. Megmarad azon a szinten, hogy jaj, de szép. Hát minden versében csillagképek szerepelnek, bolygók szerepelnek. Ha megtetszik neki egy nő, van egy ilyen kis epigramma, Ágneshez írja. Hát akkor hogy érvel? Megnézi, hogy milyen a fénye a Jupiternek, milyen a Vénusznak, hát a Vénuszét lehet tudni, hogy milyen a szerelemnek a csillaga, és a Szíriusznak.
Tehát lehet tudni, hogy ezt a földi látványt ő abban a pillanatban, amikor meglátja, hát valamikor a téli ég volt. Tehát azt lehet sejteni, mert a Sirius télen egész jó módon látszik a mi szélességi körünkről. Tehát hangsúlyozom, ezek alapvető, hogy úgy mondjam, tudni valók. Erről szerencsére Bollók Jánosnak, aki kiváló latinos volt, krónikákat is ő fordított, és akadémikus. Ilyen, hát már ilyen kis könyve jelent meg, és mi a lényege? Janus Pannonius költészete és az asztrológia, vagy valami hasonló. Csak hogy ezek a könyvek már akkor jelennek meg sajnos, akkor senkit nem érdekelnek. Képzeljük, egy ilyen könyv megjelenik a 60-as években. Hát ma már bármi megjelenhet, és annyi bármi jelenik meg, egymás mellett a súlytalan és a súlyos, a jelentős és a jelentéktelen, hogy gyakorlatilag hát nyilván lehet sem megézgetni, meg meg lehet találni az értékeket, na de már nincs korra határoló. Nagyon sokan figyelmeztettek arra, már Vitéz János is megpendíti ezeket a húrokat, hogy a sötétségnek, mert lehet így nevezni, ellenerői egy dologhoz nagyon értenek. Az értékek, ha nem tudják visszafogni, tehát érték megjelenése, ne akkor jelenjen meg, amikor az nagyon tudna hatni, hanem egy kicsit később, mondjuk 30 év múlva, amikor már olyan sötét világot alakítanak ki, hogyha megjelenik, észre se veszik, hogy megjelenik. Tehát késleltetni. Hát az érték szempontjából nyilván ez csak egy késleltetés. Na de nem véletlen az, és Mátyás ez nagyon tartotta magát, és mindenki nagyon tartja magát, tehát nem mindegy, hogy mikor, milyen időpillanatban teszünk valamit. Ez a legnehezebb. Tehát eltalálni a megfelelő pillanatot, amikor a tett, ez legyen jó, a legnagyobb hatékonysággal tud a világ felé kiáramlani. Hát ez mindennek a lényege. Hát azért nem mindegy, hogy én 70 éves koromban kezdek el udvarolni, mondjuk a feleségemnek, vagy 20 éves koromban. Hát ennyit számít mondjuk 50 év. Tehát lehet, hogyha 20 éves koromban, akkor jobban eltalálom a megfelelő időpontot. És talán együtt éljük le az életünket. Na de ha 50 évvel később, hát attól még lehet egy nagyon jó kávé egy asztalnál, meg egy-két könycsepp. Tehát az egyik valóban meg tud tölteni életeket és sorsokat, ha telibe találom, na de ha késleltetve van, hát akkor úgy félre megy, mellé megy, volt ilyen is, futottak még utána, láttunk ilyeneket. Na most a világkép. Kiderül, hogy ez a korszak egy szüntelenül, hát ez mai szavainkkal egy kicsit félrevezető lenne, de ezek nagy világkorszakokban gondolkoztak. És abban, hogy volt már ennek a világnak pusztulása is, és volt ennek a világnak újjászületése is. És most megint a pusztuló világ határán állunk. Idézem Janus Pannonius. Hát igazat mondtak hajdanonta a bölcsek. Az embert tűz és víz gyakran veszti el, ám valahány romlás annyi teremtődés. Honnan ismerős ez a világkép? Hát nem az Old Testamentumból. Kelet. Hát keleti vallások állandóan ilyen világképet tálalnak elén, hogy végül is a nagy teremtett világon belül nem egyszer fordul elő, hogy a világ elpusztul, és aztán újra születik. Tehát ha itt lesz egy természeti kataklizma és végső csapás, az nem az első lesz. És ezt a Ótestamentumból is lehet tudni, már volt egy vízüzön. Mire számítanak most biblikus alapon? Péter apostol legalábbis ezt mondja, tűzözön. Tehát egyik vízüzön, másik tűzözön, lehet látni, hogy ugyanaz az oroszlán vízöntő tengely. A lényeg az, hogy özön. Tehát egy energia áradat. Ha pusztán energia, akkor még tudom azt mondani, hogy vízözön, de az mégiscsak energia.
Ha a tűzzel játssza a főszerepet, akkor az nyilván a tűznek lesz az özöne. És úgy tűnik, hogy ez a fő veszélyes tengely ebből a szempontból. Hát igazat mondtak, Hajda mondta a bölcse. Az ember tűz és víz gyakran veszti el, ám valahány romlás annyi teremtődés. Minden megújul, mint főnix, melynek a sír életet ad, s ha a halál hozza világra, kinek születése por, s az utolsó napja megint első. Hát ha ő pécsi püspök, akkor a unokabátyja esztergomi érsek lesz. Na de hogy mi miért? Tehát ez volt a világ, tehát lehet látni, hogy egy ilyen körforgásra épül, mint a kis esztendőköre. Hát gondoljuk még, évről évre, téli napforduló alkalmával mi történik? Újjá születik ugyanazon kör mentén a következő év. Tehát az egy új esztendő lesz, na de a kör, engedelmet kérek, a körből nem léptünk ki. Magyarul ciklikus természetű a világ működése. Na de mire megy ki a játék, ha szabad ilyet mondani? Tehát mi a tét? És következőket mondja. Istenek! El Árvíz című verséből. Ennyi csapást miért csak miránk szakad? Ennyi csapás miért csak miránk szakad? Már akkor úgy gondolja egy Ferrarában örömi fiúként, csoda gyerekként nevelkedő gyerek, amikor hazajön. Hát van egyetemes kitekintése. Látja, hogy népek és népek között, hogy úgy mondjam, a sors elasztás, a teherviselés nem egyforma. A magyarság többet vállalt, úgy látszik, többet kell elviselnie. És mivel ő itt most úgy fogalmaz, hogy Istenek, vagy Istenem, hát az, hogy itt a fordító, itt az eredetit kell megnézni. Ennyi csapás miért csak miránk szakad? Annyi más nép él kívülünk szerte a föld terén. Tehát egy magyar így kezdi az eszmélést. Nem érti, hogy miért őt bántják. Hát gondolj végig, csak az utóbbi fél évet. Hát lassan már mindjárt megindítják a háborút. Szinte olyan hírek mennek ki, mint hogyha nem is tudom, mi lenne itt. Tehát, na de megadja a választ. És most figyeljük, egy versben ezt megfogalmazni. És akkor a vers nem azt jelentette, mint ma. Akkor Szibilláról beszél, Szibillák tüze lobogtatja a költő lelkét, és a költő vátesz. Hát ezért volt nálunk költészet, és ezért egy költő az mindig előre is lát. Nálunk nem volt filozófia, hála az égnek, volt költészet. Hát azért egy kicsit a világ működését jobban leírja a magyar költészet, mint a filozófia történetében a filozófia. Mert nem kell magyarázkodni. Hát a magyar nyelv olyan egységben él a világgal, nem kell spekulálni. Hát gondolj végig, azt az indulást nem kell azon tűnődnöm, hogy miért himnem, miért nőnem, miért semlegesnek. És ha látom valamiről, hogy szúr, mondjuk ez a napnak a fénye, tehát ez inkább olyan hím típusú hatás, tehát sugárzó, kiáradó. Miért teszi a nyelv nőnembe? Van ilyen nyelv. Most képzeljük el azt a szerencsétlen filozófust, aki lehet, hogy erre nem is gondol, de eleve az anyanyelve nem írja le tökéletes működésrendjében a világot, nem mondja el, tehát el kell spekulálni. Heidegger, amikor megtudta, hogy magyar nyelven hogy van a hal, tehát ez a szó, egzisztencialista filozófus, akkor a következőt mondta. Ez valami elképesztő, mert én egész életemben erről írtam könyveket. Ezek meg egy szóval kimondják. És hangsúlyozom, ezek nekünk ilyen anekdóták, na de ez azért mégiscsak egy Martin Heidegger. Német egzisztencialista filozófus. És ő nem tudott magyarul, de elmondták neki. És abban a pillanatban, Úristen, hát azért kicsit más a helyzet. Tehát hozzá kellene szoknunk, hogy mi eleves olyan startpontról indulunk, ami szinte az eredettel van rokonságban. És
És mi mégis úgy indulunk neki, hogy keressük azt a helyet, és körbejárjuk a világot, és mire megérnénk a helyen, már lehet, hogy el is hullottunk menet közben. Nem kell, nagyon jó indulással tudnánk menni. Igen ám csak, hogy ezt vállalni kell, felismerni, és ha gondolodnak rajta, azt kell mondani, ha egy kicsit műveltebb lettél volna, akkor biztos hallgattál volna. És általában tudni kell, hogy érvelni sem nagyon tudunk sokszor, mert nem ismerjük saját műveltségünket. Most figyeljünk, mit mond Janus Pannonius. Most egybeolvasom. Istenek, ennyi csapás miért miránk szakad? Annyi csak miránk szakad, annyi más nép él kívülünk szerte a föld terén. Pont, már azért több szakasz kimaradt. Sőt, ha magunk hunok, itt nincs olyan, hogy identitástudat zavar, hunnak tekintik magukat. És nem úgy, hogy a hunok a mi rokonaink. Most képzeljük el, beszélgetek magammal a tükör előtt. És akkor azt mondom, hogy te nézd, te a rokonom vagy. Legyünk rokonok. Akár testvérek is lehetnénk. Hát nem. Most a magyarság ilyen, nem is tudom mi. Hunni szíve hungari. A hunok, vagyis a magyarok. Tehát nincs olyan két különböző nép. Hát könyörgöm, Nimrodnak van két Daliás szép fia. Egyik hunor, másik magyar. Kik származnak a testvérpártól? A hunok, vagyis a magyarok. Római pápa, és ezért kellene a kereszténységen belül egy kicsit azért érvelni, olyan környezetekben, ahol meg lenne a tudás, hogy nézzenek már utána, hogy a római pápa magyart 900 éven keresztül hogy hívja? Hunnak. És nem lehet azt mondani, hogy hun eltéveszti, hun nem téveszti el. Hunnak hívja. Szkítának tartja. Tehát itt egy olyan történelem kép jelent meg 100 éve, amit állandóan súlykolnak. Csak mivel már a dédszüleink már nem tudják elmondani, hogy az ő szüleik életébe kezdték mondjuk el, azt hiszük, hogy ez a természetes, és itt van mindennek az eredője. Hát ha egy nép saját maga egyik feléről nem tudja, hogy kicsoda, akkor saját magáról mit fog mondani? Akkor mit fog mondani?